Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai közbeg hallgatáson. Tegnap volt az első igazi rendes testületülésünk, ott a nézőközönség között egyetlen kívülálló érdeklődő állampolgár sem volt. Tehát a választások után már a testület munkáját már nem követik annyira az emberek, de most szerencsére úgy látom azért itt összeértünk néhányan, tehát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és kíváncsiak ránk, hogy az elmúlt másfél hónapban mivel töltöttük az időnket, ugye az új testület van itt, úgyhogy azzal is kezdeném igazából, hogy ismertessen röviden, aki esetleg nem vett részt még a közéleten, tehát megalakult testület, az új testület, október 30-án volt az alakuló ülésünk, amikor igazából fölállt az új struktúra, 4 bizottságunk van, van egy szociális bizottság, egy kulturális, külképviseleti és kommunikációs bizottságunk, van egy település fejlesztési és pénzügyi bizottságunk, és van egy költségvetési bizottságunk, igazándiból Magyar Bizottság, tehát 4 bizottságunk van, és igazából a képviselők szinte valamennyi bizottságban aktívan részt vesznek, tehát elég sok munka fog rájuk hárulni. Tehát megtörtént akkor még az elnöket kijelöljük, tehát igazából a pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottságnak Iker Zsuzsanna képviselőasszony az elnöke. Ő Budapesten dolgozik és jelezte előre, hogy fog jönni, de picit késik, mert ugye amilyen forgalom van mindig, most is nehéz kijönni a Budapestről, tehát ahogy megérkezik, ide fog majd ülni talán Miklósnak a jobbjára. Tehát Iker Zsuzsanna képviselő a pénzügyi, gazdasági és településfejlesztési bizottság elnöke lett. Az egészségügyi és szociális bizottság elnöke lett Ballárné Ráki, a képviselőasszony. A kulturális, kommunikációs és külkapcsolat bizottság elnöke lett Nyíri Csaba képviselő úr, és a vagyonnyilatkozati vizsgáló bizottság, ami egy kötelező bizottság, ennek az elnöke lett Pereházi Pál Adorján képviselő úr, akinek innen is jobbulást kívánunk, mert sajnos nem is jól jelenleg, de már javuló tendenciákat mutat az egészsége, de még nem tud itt lenni személyesen sajnos, hát őt ezúttal is jobbulást kívánunk számára. Tehát megalakult a testület, 2 személy van, aki kiemelt pozícióban tanácsnoki funkciót lát el, Pereházi Pál Adorján képviselő, ő turisztikai és civil ügyek tanácsnoka lett, és követő Miklós Gábor úr pedig ifjúsági és kommunikációs tanácsnoki szerepet is betölt a bizottsági munka mellett. Tehát így jöttünk le, és ahogy mondtam, egy testületülésen vagyunk túl, a múlt hét, a tegnapi napon volt, ez egy rendesülésünk volt, és volt egy rendkívül ülésünk már korábban, ugyanis azt talán tudják a választásokat kísérők, figyelemmel kísérők, hogy én benne voltam a felügyelő bizottságban, a Termál Fürdő felügyelő bizottságában, de mint polgármester már ezt nem tehetem meg. Hál' Istennek, ezért lemondtam róla, és akkor a dr. Juhász László úr, pedig aki a választásokon indult képviselőjelöltként is, és ott azért megismertük, hogy elég jó rálátással bír a fürdő életre, illetve az idegenforgalomra, ő elvállalta azt, hogy akkor az én helyemet betölti a felügyelőbizottságban, ott hátul meg lehet is látni a Lászlót, és köszönjük szépen ezúttal is. És az volt a testület döntése, hogy amíg a 2019-es évet le nem zárjuk, tehát ez körülbelül 2020 április-május, addig ebben a felállásban fog működni a felügyelőbizottság, tehát Szeremányi László elnök úr továbbra is viszi, Reyna Ádám, illetve Juhász László úr, és akkor majd a testület meglátja, hogy változtat-e, és ha igen, akkor milyen mértékben a felügyelőbizottság összetételén. Tehát ez volt még egy döntésünk, és akkor tegnap volt egy testületülés, és akkor ott meg a néhány aktuális kérdésről beszélgettünk, de mielőtt az aktuális kérdéseket még arról beszámolnék, még néhány dolgot, egy pénzügyi beszámolót kell tartanom, ugye ilyenkor fontos, hogy tájékoztassuk a község lakóit, hogy alapvetően hol tart most jelenleg a nagyközség önkormányzatának működése pénzügyi tekintetben. Nem lesz hosszú, Kóri Vildikó pénzügyi vezetőasszony, korábbi vezetőasszony segítségével állítottam össze ezt a kis silabuszt, tehát igazából néhány alapvető összeget fogok csak mondani, hogy mégis hol tartunk. Aztán előbe bocsájtom, hogy alapvetően ez egy október 31-i időpontban kiállított helyzetjelentés, és lényegében egy 85-90%-on tart minden, tehát semmi kirívó nem fog előkerülni. A gazdálkodás stabil, az elmúlt éveket hasonlóan, és ennek megfelelően ott tartunk nagyjából, ahol kell is tartanunk.
Tehát a kiadások alakulása 2019. október 31-ig. A működési és fejlesztési kiadások teljesítése 481 millió forint, ami egy 76%-os teljesülést jelent. Ezen belül az intézmények belső finanszírozása 211 millió forint volt, ami egy 80%-os teljesítést jelent. A személyi juttatások kiadásainak összege 175 millió forint, a munkáltatott terhelő járulékok kiadásának összege pedig 33 millió forint, mindkettő teljesítése egyaránt 80%-on van jelenleg. Emellett 181 millió forint a dolgi kiadás átlagosan, ez egy 81%-os mutató, és 8,3 millió forint a szociális juttatás, ez pedig egy 67%-on való állást jelent. Emellett a beruházások teljesítése 15,3 millió forinton áll, ez egy 85%-os teljesítés, és a felújításokra tervezett összeg, ez a 43,8 millió forint, ez egy 100%-os, tehát a felújításokra tervezett összeg azt már elköltöttük, a többi az nagyjából ilyen 80% környékén áll. A tartalék szintje az, az előző évről 90 milliót hoztunk át a fordulókor, most jelenleg a tartalék, tehát az az összeg, ami nincs lekötve még, hanem ha nem történik sem rendkívüli, akkor ezt átadjuk a következő esztendőre. Ez jelenleg 47 millió forint, de ehhez még társulnak olyan összeg, amiket végül is nem adtunk ki az idők folyamán, ebben az évben. Tehát 47 millió forint ez, most tartunk, de azt mondta a pénzügyi vezető, hogy valószínűleg ez egy ilyen 50 millió forint, 60 millió forint is lehet, tehát igazából a tavalyi 90, ez képest most egy 60 millió forint biztos megveszett a tartalékunk év végére. És ez csak azért érdekes, mert ugye ez azt jelenti, hogy az egész éves költségvetésünk idén, amit elköltöttünk, az több volt, mint amennyi bevételünk volt. Tehát látszik, hogy tartalékból is használtunk. Ez csak annyiból fontos, mert az új testület új reményekkel, nagy tervekkel állt most elő, mindenkinek vannak választási ígéretei, amiket szeretne végrehajtani, nekem is nyilvánvalóan vannak az ő céljaim, de ezek mind pénzre fognak kerülni, és látjuk, hogy az idei évben semmi ezt nem történt igazán, és mégis többet költöttünk már, mint amennyi van, és a jövőre többet tervezünk, akkor még többet fogunk költeni, tehát valószínűleg jövőre a tartalék még kevesebb. Igazából a tartalékok felérése folyik, ha nem tudunk valami extra bevételt generálni, és ezt majd figyelemmel kell követnünk a költségvetés megtárgyalásakor is, hogy óvatosan kell mindenhez hozzányúlni, mert nem szabad az. És hogyha bármi pályázati pénz van, akkor meg önrész kell hozzá, és egy ilyen 40-50 millió forintos önrész, ha jó szerencsénk van, akkor arra szükségünk is lesz. Jó. Bevételekről néhány szót. A költségvetési bevételek összege 508,3 millió forint, és ez eddig 93%-os teljesülést jelent. Tehát nagyjából a falu költségvetése ilyen 600 millió forint szokott lenni mindennel együtt. Tehát az összes bevételünkkel és még a pályázati pénzekkel együtt mondjuk 600 millió forint környékén vagyunk. És azt érdekes talán elmondani, hogy a bevételeik úgy jönnek létre, hogy fele részben kapjuk államtól normatívaként, és fele részben pedig az önök adójából. Tehát igazából nagyon nagy lehetőségeink nincsenek. Olyan 250 millió forint körülbelül, amit kapunk az államtól, 250 millió forint, amit az adóból szedünk, tehát telekadó, ingatlanadó, a gépjárműadónak a 40%-a marad nálunk, tehát ez is egy ilyen 250 millió forint, és nagyjából 100 millió forint az iparüzési adó, ami egy kicsit nagyobb tétel. Tehát így jön össze a költségvetés nagyjából. Nagyon-nagyon nagy lehetőségünk nincsenek sem ezen a területen sem, és az is fontos, hogy az elmúlt években nem növekedett. Tehát a költségvetési keretünk az 500 millió forint plusz tartalékban megtolva, tehát ilyen 600 millió forint környékén van már évek óta. Nagyobb bevételeink, lényegesen nagyobb bevételeink különösen fognak lenni valószínűleg. No, a működési célú állami támogatások volt, tehát az államtól kapunk működési célokra, ennek az összege 204 millió forint volt eddig, ez egy 86%-os teljesülést jelent. Ebben van benne például a közszféra béremelésének támogatására érkezett 8 millió forint. Ez azt jelenti, hogy idén volt szerencsénk abban, hogy a hivatali dolgozóknak, akik emelt szintű felsőfok végzettséggel rendelkeznek, az ő fizetésüket az állam támogatta plusz 8 millió forinttal, és így kicsit többet tudtunk keresni, mint korábban.
jelenleg nem tudjuk, hogy jövőre ez az összeg meg lesz, mert nem jelent még erről semmi jelzést. Ha nem kapunk erre ismét 8 millió forintot, akkor két lehetőségünk van, vagy visszaugrik a fizetésük, vagy pedig a költségvetés terére kell ezt az összeget garantálnunk, úgyhogy ez majd a testületek döntése lesz. Tehát ez a működési célút állami támogatások egyik része volt, és emellett még ilyen támogatások, például a termálfürdőre érkezett 5 millió forint, ugye az, ami ennek a 250 millió forint plusz, most úgy néz, hogy 365 millió forintos összegnek egy előlege volt, amit a tervezési munkátokat tudtunk nagyjából felhasználni, tehát ez is ide tartozik, illetve a faluház pályázataiból 6 millió forint volt, tehát annyit kaptunk a faluház, annyit pályázat idén, és a választásokra pedig kaptunk 2,1 millió forintot, tehát ezek voltak egy ilyen külön érdekesebb bevételek. Fejlesztési célú állami támogatás, az előző a működési volt, az a fejlesztési célú állami támogatás, ez olyan pénzek, amit úgy kapunk az államtól, hogy pályáztunk is valami fajta fejlesztésre. A Magyar Falu programra pályázott még az előző testület, tehát a választások előtt, és akkor már még a választások előtt elnyertek nagyjából 6 millió forint összeget a Magyar Falu programban, az egyik az egészségügyi rendelőknél a műszerekre, a másik része pedig az egészségügyi rendelőkben, meg a várótermekben a légkondicionálatban is megint felé szereltük, tehát ez 6 millió forint volt, és akkor még október 31-ig jött már egy jó hír, ez pedig egy 15 millió forintos összeg volt, amelyet munkagépre pályáztunk, tehát szintén még a választás előtti pályázati megírás, amelyben nagyon nagy szerepe volt Loszmán János akkori polgármesternek és Fülek Júliana jegyzőasszonynak. Tehát ebben a pályázatban már a választás után jött az eredmény, 15 millió forintot nyertünk munkagépre. Itt még nem vettük meg a munkagépet, mert több újabb javaslat jött, még igazából nem is kell nekünk elkapodni ezt a vásárlást. Jó lenne minél korábban megvenni, de most még azon vagyunk, hogy melyik lesz tényleg az a munkagép, ami minden szempontból megfelelő lesz. Tehát az is fontos legyen, hogy erős legyen, jó minőségű legyen, a szervizzel ne legyen sok gondunk. Az is fontos, hogy minél több dolgot lehessen hozzá applikálni, tehát ne csak útszösökrő legyen, hanem falelér összegyűjtő, akár docsolás, akár hógótrásra is. Ugye ez egy ilyen összetett dolog lesz, és több javaslat is jött még azóta is, tehát még ezen most több gondolkodás folyik jelenleg. Tehát egy ilyen pályázatunk is volt. És hadd mondjam itt el, bár október 31-e után érkezett még három hírünk, tehát az elmúlt egy november folyamán, tehát ebben a beszámolóban nincsen benne, és elmondom, hogy ide tartozik, hogy szintén három pályázat, amit a Magyar Falu programban még az előző vezetés pályázott, azoknak jött pozitív visszajelzése. Volt egy 4,5 millió forintos eredmény támogatása tündérkert óvodának a udvarára, tehát ott a portalanításra, a gumiburkolattal való ellátásra, illetve a kerítés felújítására nyertünk 4,5 millió forintot, emellett 22 millió forintot nyertünk szintén a Magyar Falu programban a Klein Villa nyílászárójának felújítására és beépítésére, illetve ebből a 22-ből lesz 15 millió forint, 5 millió forint ebből az összegből az a falvász programjaira, amelyek most az adventi programok, illetve a következő január-február folyamán még néhány program. Ezek a identitást erősítő program csomagnak a részei, és még ebből a 22-esben van még 2 millió forint, az pedig a jövő esztendőre egy kulturális munkatársnak az alkalmazására. Ezt a faluház pályázta, ezt a részt, vagy ő volt a szakmai előszítője nagy részt, és ez 22 millió forint, és akkor volt még egy sikerünk, ez pedig a polgármesterhivatal tetőterének a felújítása, ugye ez 2003-2004 környékén lett ez polgármesterhivatal, azóta ugye nem nyúlt hozzá senki ilyen szempontból, tehát egy festés, felújítás ráfér, illetve légkondicionálásra nyertünk még összeget ebben a 9 millió forintban, tehát igazából az azt jelenti, hogy nyáron például lehet dolgozni a tetőképpen. Akinek tetőtele van, tudja, hogy mit jelent nyáron egy ilyen helyzet, hogy az elmúlt évben eléggé nagy hűség is volt. A külső szigetelés jelentett már segítséget, de most a légkondicionálóval mégis az egész belső terület nyáron is használható lesz, mint a munkatársak, mint pedig az odalátogató ügyfeleknek is.
Tehát ez volt még. Tehát összességében a magyar programban az eddig nyertünk 58 millió forintot az elmúlt 3-4 hónap alatt, tehát augusztustól mostanáig. Emellett még visszatérve ide az október 31-i álláshoz. Tehát elmondtam, hogy voltak állami bevételeink működési céllal, állami bevételek fejlesztési céllal. Most jönnek a helyi adók, tehát a bevételek helyi adók az örök pénzéből. Ezt 228 millió forintot kaptunk már önöktől, illetve ennyi fizettek be. Ez 95%-os teljesítést jelent. És emellett még vannak működési bevételeink, mint például a ingatlan bérbeadás, az Orvilla bérbeadása például, az ugye 20 millió forintot hozott nagyságrendileg. Emellett van a gyermeképkeztetés ellátási díjaiból, tehát a szülői hozzájárulásokból ez 9,5 millió forint bevételt jelent. Ez viszont csak 60%-on van, tehát ez mindig egy kicsit macerásabb a szülőknek a gyerek után befizetni a csekket, ez valahogy nehézkes, ezen nagyon sokat dolgozott a hivatal az elmúlt időszakban is, valahogy ez nehéz, hogy egy csekk, szülő, gyerek, ezen jó lenne, ha a szülők tudnának kicsit segíteni, hogy jobban figyelemmel követnék azt, hogy mit kell befizetniük, és ezt meg is tennék időben. Igen. Tehát a működés bevételek ezek 41 millió forint volt, és 79%-os teljesülésen. Emellett volt még két nagyobb összeg, a Termálfürdő Kft. Visszafizette a 10 millió forintos kölcsönt, amit kapott az önkormányzattól korábban, és két utcai hozzájárulást, azt tudják jól, hogyha egy adott utcában a lakók összeadják az aszfaltozás költségének 50%-át, akkor a másik 50%-ot hozzátesz a hivatal. Ez egy nagyon régi rendeletünk volt még, így próbáljuk ösztönözni azt, hogy azon utcák lakói, akik nagyon későn kerülne sor, azok is hamarabb juthassanak hozzá az aszfaltozáshoz, olyan módon, hogy hozzájárulnak így. Ilyen 50%-os projekt volt a Sólyom utcának egy jelentős részének leaszfaltozása, ott már 2 millió forint jött be a lakóktól, és a Hunyadi utcának egyik kis volták, vagy kis Zsák utcának az aszfaltozása ott 700 000 forint jött a lakóktól, de itt többet várunk még tőlük, még azért vannak kint lévő sérteken a két dologban. Igen. És akkor nagyjából ezek voltak. Tehát a lényeg az, hogy 2019 első 10 hónapjában összesen 93%-ban teljesültek az önkormányzat és az intézmények összesített költségvetési bevételei. Tehát a kiadások azok 76%-on állnak, és a bevételek 93%-on állnak jelenleg. Jelenleg a kasszában lévő pénzkészlet október 31-én pontosan 124 millió 316 ezer forint. Ez a 124 millió forint, ez egy jelentős összeg, de ebből tudjuk jól, hogy kb. 50 millió forint már a Magyar Falu programban átküldött összeg, és még az idei működési, nem? Jelenleg, ez csak a 20, ahogy mondtam, tehát október 31-én volt a 124, és ebben akkor még csak 20 millió forintos Magyar program volt, és ehhez akkor még nyilván több lesz akkor a pénzkészlet. Tehát most akkor ez változott. Október 31-én 124 millió forint volt, és ebből a Magyar Falu program az 20 millió forintot tett ki. Jó. Hát ezek voltak a legfontosabb pénzügyi számok. Ahogy mondtam, akkor az a fontos, hogy a stabil a költségvetésünk, és alapvetően nincsenek nagyobb problémák. Amit még ehhez tennék hozzá, adókról csak egy szóval, ugye az önök által befizetett adóknál jelenleg összesen 221 millió forint, amit beszettünk, és a hátralék, amit talán érdemes megmondani, az összeg, amit az elmúlt 5 évben nem fizettek a helyi lakók valamilyen oknál fogva, vagy mert nem tudták, vagy mert nem akarták, az 60 millió forint, tehát jelenleg idén 2021-et szedtünk be, és még 60 millió forint van, ami 5 év alatt felhalmozódott a be nem fizetett adókból. A jelenlegi az adóosztályon lévő munkatársak nagyon sokat dolgoznak, hogy inkasszózzanak, és mindent megfigyelnek azért, hogy behajtsák ezeket a pénzeket, de vannak olyan vállalkozások, vannak olyan vállalkozók, akik vagy be is csődültek, fel is számolták őket, tehát valamit egyszerűen nem lehet behajtani, vagy egy-két olyan ingatlan, amit nem használhatok, nem fizetek adót se. Nagyon nehéz, de dolgoznak rajta a munkatársaink.
Jó, és akkor néhány olyan információt írtam össze, ami a választások óta az elmúlt egy hónapban történt, ami érdekes lehet és a falu közvéleményét érdekli, és aztán ezek után pedig önök jönnek, és akkor fölteszik a konkrét kérdéseiket, hogy mi az, ami még fontos. Egyik a kút a Termálfürdő északi részén folyó beruházás, egy 4 hete kezdett el a munka, igazából nagyon röviden, aki még nem olvasta, vagy nem tud róla, a Termálfürdő északi részén egy újfajta típusú kút építését kezdte el a vállalat. Ők pályáztak egy ilyen nemzeti innovációs pályázaton, ott nyerték el ezt az összeget, arról szól, hogy egy újfajta kútípussal is több vizet tudnak kinyerni, mint amennyit a hagyományos kutakkal, ezt akarják bizonyítani. És ehhez kerestek olyan helyszínt, amely számukra ideális, és az volt a szerencse, hogy számunkra is ideális lett, mert ezáltal folyamatosan hideg vizet nyerünk, hiszen ők kinyerik a hideg vizet, ezt mérik, és ezzel bizonyítják, hogy az ő kutyuk jó, és ez a hideg víz nem folyik el szerte, hanem azt a strandmedencébe tudjuk majd ingyenesen felhasználni. Erről szól a projektnek a számunkra fontosabb része. A beruházás folyik, ha minden jól megy, akkor a műszaki, technológiai része az lezajlik decemberben, és február végére ígérik azt, hogy akkor nagyjából a tereprendezéssel együtt megoldódik. A siklet, amit ott talált, akik a régi lányosok tudják, hogy régen faházak voltak betonalappal, elég sok betonsik volt, mindenféle kerítés. Tehát nem volt egy szép környék, ezt ők mindebben a pénzben el is szállították, megfelelő helyekre, tehát ez is megoldódott, és a kinyert földet pedig visszatöltik majd, és ezáltal megemelik az egész szintet, tehát a uszoda mögötti rész egy ilyen kiemelt szinten. Reméljük, hogy nyáron már füves részként fogja várni a sorsát. Ha nem lesz más megoldás, akkor egyszerűen a napozóké lesz, de ha a Termálfürdő fejlesztési projektje lendületet tud kapni, akkor vagy úgy tervezzük, hogy ott egy élménymedence fog meg létesülni, és ez a kút nem fogja ezt befolyásolni, tehát a kút mellett az élménymedence az fog működni, és a kútból nyert hideg vízzel tudjuk majd ezt az élménymedencét is többek között táplálni. Ami fontos pénzügyi része, nem kerül pénzünkbe nekünk se, és a beruházásnak se. Egy két szerződés van egy szerződés az önkormányzattal, egy a standard. A lényeg az, hogy a 2025-re a két számla kiegyenlíti egymást, és nem lesz pénzmosztás lényegében, tehát nem kerül nekünk se pénzünkben, és nekik se. Ez a része. És lesz egy útunk, ami aztán reméljük, hogy még több tíz éven keresztül fogja a standot gazdagítani. Faluház előtti rész, ugye ez is egy fontos kérdés volt már régóta. Aki nem tudja, ugye alapvetően már amikor megépült a faluház, volt vele egy olyan probléma, hogy a diakolós rész befele lejt, és mindig befolyik a víz a lépcsők közt, és tegnap nap például másfél lépcsőfokot elfoglalt a víz, tehát nem is lehetett bejönni szinte a faluházba, csak körbe. Másrészt a kövezet sem annyira jó, mert csúszik, hogyha hideg van vagy fagy van, és már az előző testület is ezen sokat gondolkodott, és azért muszáj elmondanom, mert ez mindig, hogy mi nem csináljuk meg, és ugye ez egy bonyolult dolog abban a szempontból, hogy egyrészt a kövek csúsznak, másrészt a kövek felfagytak, harmadrészt befele lejt a diakolor. Ha a köveket kicseréljük, akkor már lehet, hogy körbe kell menni másról is a köveket, tehát körbe kell a köveket kicserélni, hogy egységes legyen, valószínűleg, akkor a diakolort meg kell emelni, akkor viszont a két lépcsőfok el fog tűnni, vagy csak az egyik lépcsőfok fog eltűnni, és kifele fog lekni, de akkor hova folyik az a víz, akkor kell a vízelvezetést csinálni onnan is, meg innen is, hogy a víz el tudjon folyni, ezért le kell táplálnunk a csatorna rendszerbe, tehát hogy nem annyira szó, hogy leteszünk 3 követ, hogy úgy rendben legyen, hanem valószínűleg egy komoly terepmunkát fog igényelni, és alapvetően az elmúlt időszakban is ez egy fontos szembenállás képezett, hogy a két lépcsőfokból el lehet venni egy lépcsőfokot a feltöltés miatt. Az építészek azt mondják, hogy egy lépcsőfok az rossz, mert könnyebben el lehet benne bukni, mint 2 lépcsőfokba. Ha viszont 2 lépcsőfokot emelünk, akkor meg elveszti a faluház előtte ezt a építészeti jelleget, ezt a hullámvonalat. Nem olyan egyszerű az egésznek a megtervezése, és ahány műszaki és mérnök ember van, mindenkinek lesz sajátos elképzelése, és ezt kell összehozni. Most ezt tudtuk hirtelen csinálni, hogy a középső részt leburkoltuk ezzel a csúszásmentes burkolattal, és ígérjük azt, hogy a december-január folyamán meg ezt a végső döntést, és reméljük, hogy áprilisra a faluház előtti és környezeti része meg fog újulni, és akkor olyan lesz, ami reméljük, hogy nem csak 10 évet, hanem akár 20 évet is ki fog térni, és akkor nem kell hozzájönni. De ez azt kell, hogy jól gondoljuk, és hogy a mérnök emberek is egyet gondoljanak.
mert én, mint amatőrök vagy ilyen kívülállók, a mérnök világon kívülállók, hát nekem azt szar, ez olyan ember kell, aki érdés hozzá. Jó, akkor még egy fontos, tónaterem, tónacsarnok felújítása, ezt is sokan tudják, már 16-ban nyert a Dunakanyar Rőpapda Egyesület 10 millió forintos projektet, de sajnos az állami rendszer lassúsága miatt csak most tudták ezt végrehajtani. 10 millió forintból, nagyjából 2,5 millióból a lámparendszer lett felújítva, tehát új korszerű ledes világítás van, takarékos világítás van most már fönt. A padlózatnak a guni, az is 20 éves padlója volt, ki lett cserélve. És ez a 10 millió forint ez volt, de maga a gumi burkolat, az még plusz erre rájött, azt pedig maga a Rőpapda Szövetség adta, tehát ez egy jelentős pályázat volt, amit ezúttal is köszönünk a Dunakanyar Rőpapda Egyesületnek. Igazából jogilag nem tartozunk semmivel, tehát hogyha holnap fel akarnánk számolni a Rőpapda Egyesületet, itt állunk, megtehetnénk, tehát nem köteleztük el magunkat, tehát nyilvánvalóan ez egy, hogy ezt ők meg tudták csinálni, ez azt jelenti, hogy a következő évben is szeretnénk velük együttműködni, a lányfalusi gyermekeknek a nagy örömére, meg a szülők örömére. Emellett közben megcsináltuk, ugye a bordásfalakat leszettük, a bordásfalakat úgy, hogy kicseréltük, amely el volt törve, közel 20 darabot cseréltünk ki. A bordásfalak mögött lévő radiátoroknak a csapjait lecseréltük, nem csöpögtek. Szegőléceket raktunk föl, akkor a köteleket is. Tehát igazából szinte a csarnok nagy része fel fog újulni, még a két külső vizes blokk nem újult meg, azt pedig majd lefestjük tisztasági festéssel valamikor. Tehát lényeg az, hogy jelentősen megújult a tónacsarnok is, ennek a beruházásnak köszönhetően. Amit talán még érdekes, Szerencsejáték környékén geodéták jártak, sokan látták őket, az az információk van, hogy a Szerencsejáték üdülőt felújítják, tehát marad ez a funkciója, csak szeretnék ezt a hát elég régi épület konstrukciót felújítani, ezért voltak kint egy alapfelmérésre, és tárgyalunk már velük, kértem én is már időpontot, hogy akkor pontosan tudjuk, hogy mire gondolkodnak, és hogyan tudnánk esetleg elérni azt, hogy ne csak a kerítésen belül legyen szétesz, hanem a kerítésen kívül is, tehát rávenni őket, hogy folyamatosan mind a Mátyás Király út, mind a Gyulai Pál út, mind a Móri Zsigmond út környékén a kerítésen kívüli részt is szépítsék meg, és tartsák is később rendben, nem úgy, mint az elmúlt években, ezt láthattuk. Ezen kívül még, ami érdekes, mert az óvodában egy új hinta létesült, ez is már egy régebbi projekt volt, Köves Dunikusnak köszönhetően indult a gyűjtés, és most már a műszaki átvétele is megvolt. A tónacsarnoknak is megvolt, tehát azt is átvitték teljesen, tehát műszakileg rendben van a tónacsarnokunk is. Jó, és amit még itt felírtam magamnak, mint érdekesség szerve, igen. Ja, igen, és akkor jövő évben, hogy miket tervezünk a jövő év folyamán, ami fontos lenne, és ez választási ígéret, illetve folyamatban lévő projektek. Tehát egyik ilyen lesz a faluház környékének megújítása, ez meg fog történni itt a tavasz folyamán. A Boldogtanyai utcai szerve vagy gyalog átkelőhelynek a létesítése, ez egy régi ígéret volt, az összes engedély megvan már, ez is, tehát minden hatóság engedélye megvan rá, kivitelezőket keresetnék az előző időszakban a testület, akkor nem találtunk, csak egy 10 millió forintos ajánlatot kaptunk erre a... Tehát minden engedély megvan, világítás is megvan, és magának a Járda-szigetnek az átépítése és a megoldás, ez 10 millió forintos ajánlatot kaptunk. Most elküldtük már újabb 3 cégnek, és reméljük, hogy kapunk ennél olcsóbbat is. Megláttuk, hogy mi lesz, ne ígértük, meg kell csinálni, hiszen mi azt nem mondjuk, hogy tömegek élnek ott, de azok a családok ott élnek, ugyanilyen jó, azt várják el, hogy átmehessenek biztonságban a 11-es úton, mint bárki más, tehát ezért ezt meg kell csinálnunk. Aztán, amit még tervezünk, az illetve muszáj megcsinálnunk, a Mókus utcában van az a veszélyes kanyar, ez is már elindult az előző időszakban, ott is minden engedély megvan már az átépítés, ez jövőre ezt a veszélyes kanyarnak a levágása, kitisztítása és leaszfaltozása lesz a következő dolog is. Aztán a Csaba utcának egy kis, a Tölgy utca Csaba utcánál van egy szakasz, ami mindig lemosódik az eső, és ott a Csaba utcának azon a részén szinte nem lehet eljárni, most sem, mert ilyen vastag sár és víz van, ott lesz tervezünk egy aszfaltozást. Aztán az Erdész utca aljának torkolata nagyon régóta tervezzük, most már a Havasi úr, mindegy, aki ezeket az útépítéseket szokta tervezni, ő dolgozik rajta, reméljük, hogy a tervek meglesznek, és akkor jövőre minél gyorsabban az Erdész utca torkolatát is ki tudjuk szélesíteni, és így a baleset veszélyt el tudjuk majd hárítani.
világítás bővítésen is elgondolkodnunk, hogy az elmúlt években többször felmerült az, hogy a ledes világítással alakítsuk át a lájfalú lámpatesteit. Erre több cég is jelentkezett, és mindig arra gondoltunk, hogy ez azért lenne jó, mert akkor talán bele lehetne szuszakolni ebbe az egész ledes korszerűsítésbe azokat a részeket, amelyeken, ahol nincsen még világítás. Tehát tudunk, a faluban nagyon, hát nem nagyon, de mondjuk 5-6 olyan utca, ahol sokan laknak, és egyszerűen sötétség van, nincs világítás. Azért nem kezdtünk bele így a kis fejlesztésekben, mert abban gondolkodtunk, hogy ha a egy ledes fejlesztés lenne, akkor bele lehetne rakni ezeket is, meg a Dunaparti résznek is a további világítását. Ezen majd jövőre fogunk dolgozni, és el kell döntenünk, hogy akarunk eredet, vagy pedig ezeket az utcákat kell megcsinálnunk minél előbb, ezt majd mérlegeljünk el, mert akkor van kb. 6 kisebb utcaszakasz, amit meg kell világítással, hagyományos módszerrel csinálnunk, hogyha nem kezdünk bele a ledes fejlesztésbe. Jó, és akkor ezek voltak, amiket meg kell csinálni, és akkor, hát ha ezeket meg tudnak csinálni már jövőre, tehát a faluház, Szerdőről a Mókus utca, Csaba utca, Erdész utca, illetve a világítás bővítésből valamennyi, akkor szerintem már ez egy szép év lenne a jövő évben, de meglátjuk majd, hogy mire lesz pénzünk. Ahogy mondtam, a tartalékunk hogy, ezt is mérlegelni kell, hogy mit akarunk csinálni. Tehát ez majd az új testületnek egy komoly munkája, hogy a munkatervet megalkossa, ütemezze és kitalálja, hogy melyik évben mit szeretne megoldani, és erre mennyi pénzt tud szánni. Láttuk a számokból, hogy alapvetően nagyon nagy lehetőségeink nincsenek, ha csak nem jön állami támogatás, vagy olyan pályázat, ami sikereket érünk el, ugrásszerű fejlődést nem tudunk elérni. Fontos lenne, hogy az orvilából még többet hozzunk ki, ezen dolgozunk, hogy esetleg az ottani konferenciatervet megnyitni és kiadni hétközben kis konferenciákra, csapatépítő tréningekre. Tehát ilyen dolgokon gondolkodunk, és reméljük, hogy ez majd kisebb bevételeket hozhat, de nagyobb pénzeket csak állami támogatások alapján tudnánk elérni. Ezeket gondoltam, és még nagyon sok dolog van, de ezeket nagyon úgy is meg tudják kérdezni tőlük, és akkor igyekszem rá válaszolni, illetve a munkatársaink közül, aki majd ebben tud segíteni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és akkor átadnánk a szót és a mikrofont, és azt kérjük, hogy aki kérdést intéz hozzánk, vagy megjegyzést, vagy hozzátegy bármit, akkor névvel mondja, hogy kiről van szó, és jól lenne mikrofonba, mert jegyzők, hogy milyen fontos tudnunk, hogy ki mondta, és mit mondott, tehát ezért szeretnénk kérni, amennyire lehet ezt mikrofonba tegyük meg. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és akkor ki az, aki ott hátul? Jöjjön a részem. Jó, maradok elős. Egy javaslatom lenne, Urván László vagyok, egy javaslatom lenne a képviselő testület az aszfaltozással kapcsolatban, az előbb ez szóba került. Én elgondolkodnék azon, hogy az aszfaltozás megkezdése előtt kellene befizetni az 50%-ot. Tehát meg kell hozni ezt a hározatot, hogy jöjjön be a pénz, és akkor utána, és azt is lehetne, hogy 50 helyett 60%-ot, akkor még előrébb kerülne, 70%, akkor holnap elkezdeni. Tehát lehetne ezt így kicsit motiválni a lakosokat. A másik az egy kérdésem, hogy valahogy a kezembe került a nagyközség vagyona leltára. Hát meglepődtem rajta, 2012-es ketten is ülnek itt az asztal mellett, akik ezt aláírták. Mindegy. Egyetlen több tétel van benne, ami fölkeltette az érdeklődésemet, de csak egyet kérdezek meg belőle. Nem forgalomképes 292 darab telek 1,2 milliárd forintért, ez mit takar? Meg tudja ezt nekem valaki mondani. Köszönjük szépen. Én most még ebben nem vagyok felkészült, de esetleg valaki tudja, hogy ez mit jelenthet. Tehát még egyszer a számokat hány darab telekről van szó? Ez egy 2012-es vagyon leltár. Ez 200. Nem forgalomképes, ezzel kezdődik a jövőben, a legelső soroktól ezzel kezdődik. De csak egy érdekesség hangsúlyozom, mert van benne korlátozottan forgalomképes, meg különböző dolgok, csak ez úgy fölcsigázott, hogy mi lehet nekünk 292, lehet, hogy a lámpák oszlopoknak az aljai, nem tudom.
Igen, nem tudok rá válaszolni, de nem érdemes a 12-es nézni, mert az előző testület az csináltatott egy olyan kataszter, tehát ki lett adva. És azóta egy cégnek, aki fölmérte az önkormányzat összes utcáját és vagyonát, a termált ürdőt is beleértve. Tehát a frisset lenne érdemes megnézni. Mi viszont egyébként előző polgármester sem olvastam ezt végig, én a szakemberekben megbíztunk, és valószínűleg, ahogy ez szúrópróbaszerűen mondjuk előkerült, nagyjából rendben is van. Tehát ők felmérték, ezt kéne megnézni, hogy ebben vajon szerepel ilyen, mert 12-esek biztos, hogy csak a honlapon. Tehát a 12-es jelenthető csak. Jó, akkor ez pontolni fogjuk, gondolom, akkor fel lesz téve, akkor a friss is. Tehát van, és ez a cégező általán díjban nem túl sok összegért, az új vagyoneleket is minden alkalommal fel szokta vinni ebbe a kataszterbe. Jó, fölteszünk, és akkor azt megnézed, és akkor meglátjuk. Jó, megnézed. Ha lehet azt kérni, akkor aki elkezdik, akkor átadjuk egymásnak, amit a pont ilyen baráti alapon. Mi van itt egy kérdés, az megválaszolatlan marad, ugye a előre befizetni. Hát legjobb tudomásom szerint, mert polgármester úr véletlenül a Kőris utcát kifelejtette, és idén a Kőris utcát is felújítottuk ilyen formában, hogy 50%-ot befizetnek az ottani lakók, és ide lett aszfaltozva. De minden esetben úgy történik, hogy előtte ugye összeszedik a pénzt, és mikor beérkezett a pénztárba, befizették, utána kötik meg a szerződést, ugye jól van. Tehát nem előre. Köszönöm szépen csak. Bocsánat. Igen, van. De valóban elkezdtük Tehát vannak hátradékok ezekben az utcákban, kettőben igen, rajta vagyok, hogy ez befolyjon. Sajnos ugye az idő szorított, igen, tehát annak ellenére, hogy a lakosok aláírták, ott van aláírva, hogy befizetik, hát kell pressziót gyakorolni, hogy ez befolyjon. Igen, igaza van, de hogy mit tudom, hogy elkezdték ezt szeptemberben, aztán muszáj volt megcsinálni, tehát teljesen igazuk van. De igen, ismernek elég régóta, biztos, hogy nem fog azon nyugodni, hogy ez a pénz befolyjon be, ha aláírták. Befaláírták. Jó? Igen, itt elhangzott a Szabától, több utcai betartás, főleg az ő időszakára szorítozott, szerintem abban a beszámolóban, amit én a beköszönésben adtam, abban sok olyan utca van, ami az idén épült. Ezen a két utcán azért emeltek ijesztenek, hogy ennyiben volt lakosság, többi az ugye nem kell messzire menni, a lakutca, csak soroló, akkor a Pándi Lajos utca, fönn a Pusztaegyi, sok utca épült az idén. Köszönöm, de való igaz, hogy illetve fog ezt a képviseljük, hogy akkor, csak akkor, ha befizették. Jó? És valóban én arra gondoltam, hogy azt mondom, hogy én magam azt tudok kötni, hogy amit már átlátok, a választásokban azért elhangzott mindenkinek, hogy pontosan, aki követte, azt már tudja, hogy mi volt addig, azt nem akartam az egész évet felsorolni, lehet, hogy nem volt helyes. Köszönöm, akkor átadát szót. Bátonyi Pál vagyok a Gyulai Pál utca elejéből. Ez az utca eleje nagyon forgalmas és sok baleset lehetséges és van is, amit nem mindig tudja önök se. Tehát az utcában az a probléma, hogy az egy irány az jó, de az egyik oldalon meg kéne szüntetni a parkolást. Az a patak oldalát javasolnám, hogy ott szüntessék meg, és ott pedig egy járdát kéne építeni, azért, hogy a gyalogosok biztonsággal közlekedhessenek egyrészt a fürdő felé, másrészt a rét felé, harmadszor pedig a szórakozó negyed felé is. A másik ugyanehhez kapcsolódó dolog, hogy a Dunaparti kerékpár nagyon balesetveszélyes, sok kerékpáros nagy sebességgel megy, nagyon nagy a forgalom ezen a falu központi részen, és emellett még sok kutyás sétáltató is van. Tehát valamilyen módon kellene a kerékpárosokat erre figyelmeztetni, akár sebességkorlátozást bevezetni, hogy ott kevesebb baleset veszély álljon elő. Láttam ott kerékpáros, összetörte magát.
nem is egyet az elmúlt évben, és szerintem ezt nagyon oda kéne figyelni, mert ez rontja egyrészt az itt lakóknak a mozgását, másrészt pedig a vendégekét is. A következő kérdés szintén főleg a falközpontra vonatkozik, hogy elönti időnként a víz a falu központját. Ekkor megszűnik a falunak az élete, hogy mit tudnak annak érdekében tenni, hogy ez a fél méternél kisebb víz ne éri el a falu központot, amivel lényegében megszűnik a falunak az élete, mert itt van az összes fontos intézmény, bolt, egészségügyi intézmény, és ennek érdekében is tenni kell. A negyedik probléma az egy történelmi probléma. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a történelmet. Az Avar Birodalom 805-ben megbukott, utána egy székely állam volt a Kárpát-medencébe. A székely uralkodók uralkodtak. Ezt a mai magyar állami vezetést annyira ismeri el, de nem véletlenül, hogy a keresztény székelyeket kitelepítették a mai székelyföldre, mert ugyan keresztények voltak, de nem voltak római katolikusok. A székely írás az több ezer éves. Mi ezt az írást megörököltük, és a római katolikus egyház megszüntette. De miért nincs írva a falu a rovás írással, az eredeti magyar rovás írással, miért a latin betűs írással van csak írva? És miért nincs kint a székely zászló, amikor mi alapvetően székely származásúak vagyunk mindnyájan, hisz a bejövő magyarság, akik a vérszerződéssel lettünk mi is magyarok, azok az összlakosság 5-10%-a körüli van. Ezeket szeretném ötödni. Köszönöm szépen. Először válaszol kell, és aztán valahogy a mikrofon. Tehát négy dolog volt, a Gyulai Pál utcai járdaépítés, ugye ez nagyon régi történet, ezt én is mindig meg szokta ezt említeni, tehát ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, és tényleg fontos, tehát a honktól jönnek fel az emberek, minden, igen, annyit kell tudni, és ezt tudjuk is, hogy a Gyulai Pál alsó része is közútnak számít, tehát alapvetően bármilyen beruházás ott úgy zajlik, mint egy 11-esen folyó beruházás, de ettől függetlenül el kell indítanunk ezt a folyamatot. Az is felmerült, hogy akkor lehet, hogy csak tényleg el kell zárni azt a részt, és kavicsal felszólni, hogy jelölni, de én ígéretet tudok tenni arra, hogy próbálok ezügyben is lépni valamit, hogy valami induljon, hogy ott tényleg legyen egyfajta járda. Bár ennek a megépítése alapvetően a magyar állam feladata lenne, de nekünk ezt szorgalmaznunk kell, hogy ez a dolog elinduljon, mert tényleg baleset veszélyes, úgyhogy ezt fel is értem mindenképpen. Kerékpárút, Dunapart, abszolút igaza van, már nem is tudom hány, négy éve talán már többször pályáztunk a kerékpárút központi részének kibővítésére, ami azt jelenti, hogy a kerékpár és útról mellett egy gyalog utat is sétált kialakítani, hogy a kettő ne zavarja egymást. Tehát ez egy pályázat anyag megvan már, beadtuk, sajnos nem nyertünk még, de szeretnénk ezzel továbbra is próbálkozni. Nekünk most annyi pénzünk biztos nem lesz, hogy egy ilyet. Az is felmerült, hogy próbáljuk talán szintén egy zúzott kavicsos részt, ahol lehet így ki felszorban jelölni, hogy a gyalogosok ott menjenek. Csak úgy gyalogos is olyan, mint minden normális ember, hogy szeret az aszfalton menni, és nem a kavicson, meg a babakocsival is. Tehát amíg nincs két aszfaltos sáv egymás mellett, addig valószínűleg a gyalogosok, meg a babakocsisok, a kis motorral menő gyerekek is aszfalton fognak menni. Igazságot tenni nagyon nehéz. Ugye a 11-esen kerékpározókat beledudálják az autósok, hogy beledudálják, ne menjenek. Rendben a gyalogosok, tehát a kerékpárok, ez mindenkitől türelmet és megértést kérhetnénk, és ami nincsen sajnos. Tehát a kerékpárosnak lassan kéne menni, a gyalogosnak figyelni, hogy nem jön a mögött egy kerékpáros, a kutyásnak kórházon kéne minden kutyáját, mindenkinek, tehát ott nem lehetne szabadon futkároztatni a kutyát, mert szabályszegés igazából. És ugye mindenki sír, hogy miért nincs közterület felügyelő, lemenne oda egy hétvégén, az összes kutyást meg lehetne büntetni, és akkor utána nézhetnék, hogy milyen jó, hogy van közterület felügyelő. Tehát, hogy a kutyásoktól is felálltást kérnénk, tehát ez egy bonyolult dolog. Lényeg az, hogy pályáztunk, és pályázni is fogunk, hogy hát, ha meg lehet ezt a két sávot egymás mellett valósítani. Ezen már dolgozunk. A központ elöntése.
Nem tudom, tehát valaki azt mondta, hogy igazából amikor a 11-es felület most újítva az elmúlt években, ott valami csatornaszemeket nem hagytak nyitva, vagy bezártak, én ezt nem tudom megmondani. Az biztos, hogy a Falugondok Kft. Most ősszel is azt csinálta, hogy az összes lefele folyó útról a leveleket összesötörte, kitisztogatta az árfolyókat, tehát az árfolyókat kitisztítják és az utakat tisztítják, hogy ne tömődjenek el. Tehát ezzel próbáljuk lezúgyó vizet bele, ahol lehet bele engedni a lefolyókba. Amilyen esők vannak mostanában, mindenki tapasztalja, hogy nem, ez igazából egy olyan dolog, amit nehéz orvosolni, hogyha egyszer egy ekkora zártor esik le, akkor hogy lehetne azt a vizet fölfogni bárhol is. Nem beszélve az embereknek a házának a csatornája sokszor elfolyik az útra, ami szintén nem szabályos, tehát megint, ha lenne egy közterületfejlelő, lehetne az embereknek a csatornáját tisztelni a saját kertjükbe. Tehát, hogy ez egy, megint egy közös projekt lenne, hogy az emberek is lássák, hogy ez nem egy jó dolog, meg mi is, amit teszünk, hozzáteszünk. De nem, igazából nem tudom, hogy ezt meg kell vizsgálni, hogy valóban van-e lehetőség más módon a 11-es utat kifőni, vagy nem tudom, hogy több lefolyót rakni rá, ezt nem tudom megmondani. Ugye ez a szakasz azért az a legmélyebb része, csak a busz megálló. A többi vizet azt elvileg elnyerni a Gyulai Pának a végén van egy összefolyó, ami bele van vezetve a csatornába, ami ugye jön le a nem látható módon, de már a trahóház alatt már látható módon az bele van vezetve. Csak sajnos ott van egy mély pont, ugyanúgy, ahol itt a csempe volt előtt is, ott is mindig megáll a víz. Ez a 11-es kezelőjének és hát a magyar államnak kellene a feladata. Ezt én nem jeleztem az öt év alatt, mert ez nem merült fel, de például a járdát és más ilyen közútkezelési dolgokat azt nem is egyszer a közútnak jeleztük. Városra sem értaknak. Ez a Gyulai Pának a járdájára vonatkozik, tehát kértük ezt már. És már. És akkor még egy, hogyha reagálok, aztán én visszaadom, a Gyulai útra kétszer is pályáztunk, tehát volt 2016-ban egy pályázat, egy 330 milliós, az már mondom, hogy duplája lenne, ami egészen a Kalintitől, egészen a kempingig megcsinálta volna a kerékpár út és a sétány szétválasztását. Gyakorolt sétány lett volna, kiemelt szegény a kerékpár útra. Nem nyertünk. Másodszorra nem volt ilyen bűkező a pályázatíró, akkor csak a Kalintitől, ez is elég lett volna már a Konyák út, a hajóállomás, nem a hajóállomás, hanem gyakorlatilag a Gyulai Pál útig. Addig. Ez a pályázat sem nyert. Tehát én ezt annak idején az ilyen választási ígéretem között szerepel, de ott is úgy szerepel, hogy megkísérelik. Ez 100 milliós nagyság, mert a falunak ilyen őrelőről nem lesz pénze. Sajnos az Euróvelló elterült tőlünk, mert ott reménykedtünk volna, hogy az Euróvelló ezt a gondot megoldja, mert ugye a kormányöntés alatt nem a szigeten fog menni. Hát itt erős jogi tevékenység szükséges, hogy vagy pénzt adjanak és mi megépítjük, vagy pedig az Euróvellónak ez egy mit tudom én, egy ága lenne, valami belecsapatlan a Euróvelóba, állatlan állapot. Az is állatlan állapot, hogy mondjuk Tahi elég nincs átjárás. Ezzel is próbálkoztunk. Hát méltatlan helyzet Lányfalunak is, a Dunakanyagnak ebben a településein megfolyik a kerékpár, ugye így működik. És tényleg állatlan, hogy ahogy ugyanazon az úton járnak a sétálók, ahol a kerékpárosok. És volt még egy a székely rovásírásnak az alkalmazása. Én azt gondolom, hogy kultúrásbizottságban erről fogunk beszélni majd. Tehát ha lesz egy bizottság ülés, akkor megnézzük, hogy lát-e ez már korábban is volt felvetés. Most itt nem akarom megvitatni a tömeg előtt. Bizottság ülésen lesz erről szó. Mert jó, valamikor napjelent nézzük és beszélünk róla, hogy lát-e a bizottság erre esélyt, vagy lehetőség, vagy szükségességét. Az fontos lenne, hogy ha ki van írva, akkor tudnunk is kéne úgy olvasni, tehát akkor kéne tanfolyamokat csinálni, hogy akkor az emberek tudják is, hogy mit írtunk ki, tehát az jól lenne összekötni. Én támogatnám, mert nekem ott ötven a szívügyem, hogy az emberek tudjanak rovásírást olvasni, de hát nem tudnak, sajnos. Köszönöm szépen. De ezt akkor bizottságú is megbeszéljük. Merre jár a mikrofon, adjuk tovább, akkor Matulai vagy a szélén talán az előttben. Parkoláson kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Egyszerűen hihetetlen helyzet. Például a Törny utca, egyszerűen végig beépítették a garázsokat hálószobának, meg könyvtárszobának. Akinek van pénze, hogy ő Audit
meg Mercedes, meg Volvo-t legyen, az gondoskodjon arról, hogy legyen garázsa, és a garázsába parkoljon. Például ott van a Jászmin utca. A Jászmin utca, az a, tudom, hogy Kecskés pataknak hívják azt a patakot, ami ott van, a Jászmin utca és a Rózsahegyi Kálmán utca közötti rész. A Rózsahegyi Kálmán utca 11 előtt három autó parkol. Közterületet. Az önkormányzat vessen ki közterület használatbevételi díjat, vagy pedig fizessen azért, hogy ő ott parkoljon. A másik, a Jászmin utca 4 előtt, ott is végig van hely, ahol autók parkolnak. Milyen alapon parkolnak ott ingyen? A Rózsahegyi Kálmán utca 11 előtt az udvarokat úgy beépítették, hogy még egy biciklis sem fér el. Úgyhogy én a másik, például itt van az önkormányzat. Ott is milyen alapon állnak az önkormányzat előtt az önkormányzati dolgozóknak az autói? Nem? Vegyünk például Pomázról. Pomáznál az önkormányzat előtt, ott nem állnak az autók. És a másik, a Jászmin utca, ha ott állnak az autók, és ha beszakad az út, mert például a Jászmin utca, a Rózsahegyi Kálmán utca 17 előtt volt az az omlás, az önkormányzati pénzből hozta helyre több, nem tudom hány millió forintért azt az izét, és aki ott lakik, annak a telke többszörösen fölértékelődött. Na most a másik oldalon, ha ott állnak azok a bazinaj, ne haragudjon, így fejezett ki magamat, ezek az autók, leomlik a fal, az önkormányzat kénytelen megcsináltatni a mi adó pénzéből, és az illetőnek meg fölértékelődik a telke. Úgyhogy gondos, akinek autója van, gondoskodjon arról, hogy az autóját vagy a garázsba helyezi el, vagy pedig fizessen azért, hogy parkol. Például itt van például a Makos utca 12, kapott behajtási engedélyt, többszörösen volt csőtörés. Most nekem föl van írva, hogy melyik autó jött, milyen rendszámmal, a november 18-án. Na most fölment a Fehérhegyi útig, mert nem tudta, hogy hol kell lehajtani, vissza már nem tudott fordulni, hátra tolatott. Na most én pont akkor mentem, na most ha nem veszem észre, nem tudott lefékni, mai napig ott van a fényoma az autónak, úgy kellett visszaszaladnom a Jászmin utca 18 alá, hogy beálljak a kapu alá, hogy az autó el ne tiporjon. A másik, például a Morizsigon 241. A Jászmin utca és a Morizsigon utca 21 éve múlt, október 26-án még itt lakom. Azóta ott van az áldatlan állapot, hogy a járda nincs megcsinálva. Egyszerűen borzalmas, veszélyes az a behaj, hogy mondjam, ahogy jövünk ki, mert egyszerűen a gyalogosok abszolút nem törődnek. A gyalogos az nem számít, csak az autós. Csak az autós. Akinek van pénze, hogy a Makos utca 12 alatt építse az atombiztos objektumát, hordja be az izé, talicskával az építőanyagot, vagy pedig béreljen helikoptert és azzal hordja be. De ez egyszerűen tűzhetetlen. Én nem tudom ezt elfogadni. És azt hiszem nem csak én, hanem még vannak még jó páron itt a faluban. Hát egyelőre ezt tudom mondani. Köszönöm szépen. A parkolás, nem tudom, csak egyszer azt, hogy a közterületen való parkolásnak mi a jogszabályi háttere, vagy tetszik segíteni? Közterületen mindenképpen lehet parkolni, hogy nem akadályozza a forgalmat. Tehát ez teljesen szabályos, a házak előtt is parkolni, vagy egy előírás van, olyan autó nem állhat a közterületen, amely nincs forgalomrendszám. Szerinted, hogy miért van a forgalom? Nem is parkolhatnak. Parkolhatnak, de fizetnek is érte. Igen, itt faluban nem fizetnek. Egy falu nem fizet. Én nem fizetek meg nincs autót, de ha lenne, akkor biztos fizetek. A garázsomnak van, de autót. Köszönjük. A Jászmin utca, Jászmin utcánál a járda nagyon picik, ez igaz, amit tetszett mondani, ezt ki kell javítani, mert ott, sőt, igazából az egész utca már ott van egy szakasz, ahol nincs járda, az Erdész utca és a Jászmin között, hát ebben gondolkodnunk kell, hogy ezt meg kell csinálni, de azt a kis részt ki kell bővíteni, mert baleset veszélyes, ez így van. A parkolás ezek szerint ezt sajnos ebben nem tudunk lépni. Jó lenne, hogyha mindenki a saját lelkén belül parkolna, főleg télen, mikor a hópotról nem tud fölmenni a hegyen, mert elállják az autók az út szélét. Meg a mentők és a tűzoltók, így van. Tehát aztán most kérnék a téli felkészülés egyében, hogy aki olyan helyen lakik, hogy nem tud fölmenni télen, akkor is lent áll meg, úgy álljon meg mindenki, hogy a hópotról ne akadályozni, mert például már több esetben volt olyan eset,
hogy azért nem tudsz fölmenni egy hókotról a hegyre, mert a ott parkoló autók elártáztatott, tehát mindenki kérem, hogy figyeljen már most. Jó? Jászér utca, parkolás és... Jó, ezeket a Jászér utca, megnézzük a parkolás meg lehet. Zsák utca, minden, hogy mondja, az utcának a vége gondolja azt, hogy oda már úgy sejtnek más autók, csak ő. Szépen ki a három autónk van, három. Köszönjük szépen. Belovics László, de nem vagyok hátré, bocs. Belovics László vagyok. Tudva az, hogy a falunak nincsenek forrásai igazából nehéz, ezt meg éperre szerteni. Nem tudom, hogy jól tudom-e, de ha jól tudom, egyetlen egy személy, ha itt lakik állandóra bejelentkezik, akkor már nem üdülőnek nyilvánítják az ingatlant. Jól tudom ezt? Rosszul tudom? Egyező az, hogy... Más az egy dolog, hogy üdülő vagy lakó ingatlan, aztán az, hogy lakó ingatlan nem minősíthetnek egy épületet, az több utalomtól függ, alapvetően a tűnőkorték szabályozza. A legfőbb probléma az, hogy a legtöbb ingatlan, vagy sok ingatlan nincsen csatornázva, ha vannak csatornázva, tehát ha csatornázott, köztövetlen a megközelíthető, akkor már két szempont teljesült ahhoz, hogy lakó ingatlan legyen. Ez nem összekeverendő a életvitelszerűen itt lakók az adókedvezményével, tehát lakhatnak Herodóban is, ha életvitelszerűen itt laknak, akkor adókedvezményt kaphatnak. De ez nem lakcímkártyától függ, hanem az, hogy innen induljon munkába vagy bárhová és ide érkezzen haza, tehát tartósan egész évben ezt az ingatlan otthonaként használja. Jó, mert találkoztam többekkel, én most, hogy Budapestre van bejelentkezve, a család nagy része egy személy van ide, és gyakorlatilag adózás szempontjából a kedvezőket kapják. Tehát, hogyha gyakorlatilag akik tulajdonosok egy ingatlanban, úgy gondolom, itt laknak, akkor az mind állandóra ide legyen bejelentkezve, vagy ha nem, akkor ne legyen nyilvánítva, ne kapják meg az adókedvezményt. Lehet erről szó, és akkor ez egy plusz forrás a falunak, nem lehet? Úgy van, hogy adózás nem, ugye van mindenkinek ugyanaz az adója, de a helyi lakosok kedvezményt kapnak. Tehát amíg valaki víkendház tulajdonos, amíg többet fizet, és ha állandó lakossá válik, akkor kevesebbet teszem 60% talán. Most hát egy korrekciót, hogy nem a lakcímkártyához nem kötődjük. Ezt a kúria is kimondta, hogy a életvitelszerű ingatlan használat az nem a lakcímkártyai adatoktól. Tehát azt kell megnéznünk, hogy a közüzemi számlától is igazolja azt, hogy valóban nem csak két hónapot használ ezt az ingatlan, hanem tartósan legalább egy éve itt lakik, akkor kaphat adókedvezményt. Hát akkor nem hoztam pénzt a falunak. Ez jókra futott. Ez fontos, hogy minél többen küldöznek ide, annál kevesebb a bevételünk. Amíg csak vikendház tulajdonos többet fizet, ha itt lakik kevesebbet. Tehát a népesség növekedésével csökken a bevételünk, ha úgy tetszik. A másik dolog. 2015-ben egy átfogó falufejlesztési stratégiát készítetett az önkormányzat, amit elfogadtak, 12,5 milliót fizettek nagyságrendben érte, és ez az átfogó stratégia nem láttam se korábban, sem most sem hangzott el, hogy lenne egy átfogó terv. Én úgy gondolom, hogy meg létrejön egy testület, annak egy átfogó koncepciót várna az ember, hogy az előttünk álló pár évben mit fogunk megvalósítani, és állásfoglalások lennének az adott ingatlanokkal kapcsolatban, koncepció, hogy mi lesz a sorsa. Tehát akkor nem következett volna be olyan, hogy a strandon boxterem lesz. Mert ez egy ilyen adhok jelleggel, és ezt is kérdezném, hogy mi a sors ennek a boxteremnek, ez tényleg megvalósul? Majd utána folytatnám. Jó. Viszont a boxterem, amit mozgáscentrumnak nevezünk, aztán a három hölgypont ez ügyben is van itt, tehát itt hívtuk őket az ügyben, hogyha ez kérdésként felmerül. A szerződés szerint azt hiszem, hogy úgy az van kötve, hogy december 1-ig meg kéne nyitni a mozgáscentrumnak, ha működjön például, illetve be kell fizetni a díjat, de ezeket befizették. Most itt két dologról beszéljünk picikét csak. Arról, hogy van egy projekt, ami magántőke bevonásával fejleszti a termálfürdőt, ezzel szerintem nincsen gond, és van egy másik, hogy ez a beruházás egy mozgáscentrum, amely egy boxterekként is működik. Ugye a választások már ez egy nagy téma volt.
Azt, hogy a box mennyire fér össze a fürdővel, ez egy jó kérdés. Itt azért van, hogy három hölgy, akik a box egyesület tagjai. Én megkérem, hogy álljatok föl, hogy lássanak benneteket, hogy a ilyen boxolók is lesznek itt például. Tehát, hogy nem muszáj a boxolók, mindig a és még pár szót, hogy mi ott a boxoltak, és hogy vagy mögül hívtok, erre tudtok mondani néhány szót, ha már itt szóba kerül? Szabolcs Önge vagyok, a Szentendrei második Rákóczi Ferenc Általános Iskolába és Gimnáziumba járok. Hát lassan 2,5 éve boxolok, és a legnagyobb eredményem az februárban értem el. Első helyezést értem egy énekes és tanulmányi versenyen, ifjúsági énekverseny volt, és most novemberben pedig második helyezést értem el országos magyar bajnokságon. Igen. Simka Virág vagyok, Budakalászra járok iskolába, és én egy éve boxolok, és a legnagyobb eredményem az harmadik helyezése dő országos verseny. Sinka Dark vagyok, Budakászra járok egy iskolával, és egy éve boxolok komolyabban, és a legnagyobb eredményem nekem is az egy magyar bajnokság Győrben, és második helyzet. Ők csak azért jöttek el, mert mondtuk, hogyha a box szóba került, tehát mindenki azt dizenálja, hogy egy nagy darab öreg boxolók jönnek ide majd verekedni, de ugye ez nem feltétlenül az egyetlen. Én azt hiszem, hogy ugye hogy utánpótlásra van ez meghirdetve, egy utánpótlás boxterem, ez tehát alapvetően fiatalok boxolók. És ti a fiúkkal együtt boxoltok különben? Fiúkkal együtt boxoltok? Igen. Jó, tehát én köszönöm szépen egyelőre, fogadjuk el. Tehát igazából azt kell eldöntenünk most nekünk, és ez a kérdés lesz nyilván testületnek, hogy a ökölvívó terem jelenleg a készültség, ebben Péter tud segíteni, hogy milyen szinten van most az ökölvívó terem? Először befejeznénk, és akkor át. De akkor nem, akkor nem, abból a kérdésre válaszolunk, hogy voltak most. Hát, ugye arról van szó, hogy én úgy gondolom, hogy úgy a ismeretek alapján, hogyha nem készül időben a terem, tehát nem tudja megnyitni az ajtóját szombat este, akkor ez egy lehetőség arra, hogy a testület azt mondja rá, hogy nem akarja a termet. Tehát ugye ez egy lehetőség arra, hogy visszamondjuk ezt a mozgáscentrum projektet. Hol tart most a beruházás? Péter, akkor talán? Lukács Péter, aki az egész stadfejlesztési koncepciót dolgozta, és ő azóta is egyfajta ötletadó szemét tulajdonként képviseli ezt a termálfürdő fejlesztést. Köszönöm szépen! Lukács Péter vagyok, és egyrészt reagálnék arra a kérdésre, amit a Gyulai Pál haján volt, hogy hát mi itt az egész strandfejlesztéssel kapcsolatosan, itt a Gyulai Pálnak az alját is próbáljuk kezelni. Tehát hogy az egész parkoló, a Dunapart is érzente. Én bizakodó vagyok, és remélem, hogy itt az egész fejlesztésével az egész Dunapart is javulni fog. Hát itt meglátjuk, hogy ilyen lehetőségeik lesznek. És hogy így hát ez a fejlesztés, meg a strandfejlesztés, szerintem folyamatosan kell dolgozunk, mi is ezt csináljuk konkrétan a stranddal kapcsolatban. Most pont a boxterem miatt vagyunk itt, és hát az a... Péter, mikrofon, köszönöm. Én nem hallottam mennyire, tehát hogy egyrészt folynak a tervezési feladatok az egész strandra vonatkozóan, most ugye koncentrálunk arra, hogy előbb-utóbb elinduljon a főépületnek a rendbetétele, és szerencsés helyzetben vagyunk olyan szempontból, hogy a nyugati tány, tehát a bejáratszól a 11-es út felé, Bodor Ferenc jóvoltából gyakorlatilag magánerőből
rendben jöjjön, tehát egy együttműködéssel a kapcsolatban. És most ugye a VOK terem, vagy az egészség terem, ez kiegészít néhány ilyen wellness szolgáltatásra, tehát lesz sauna, solárium, jégkamra, tehát egyéb ilyen szolgáltatások is lesznek. Tehát ennek az első része az, hogy ez a sport terület, ez ugye megnyíljon. Elég jó ránk, vagy hát elég nagy ütemben haladnak a vízsütközések, gyakorlatilag a tervek lassabban készülnek, mint ami a valóság. Tehát ugye én többen folyamatosan egyeztetek az ANT-hez, tehát hogy minden rendben legyen. És ehhez kapcsolódik az, hogy előkészültünk azzal, hogy ugye az egészségközpont mögötti területen, ami a strandot szolgálja ki, ténylegesen olyan szolgáltatások valósuljanak meg, amik ténylegesen a strandot érintik. Különböző vendéglátóegységek, egészségügyi egységek. És tehát ez az együttes, amit ugye a jelenleg működő fitness vitál, a most megnyíló alapvetően box sport, és ezek a vendéglátóegységek, ez reményünk szerint ez bevételt is hoz a falunak, mert hát rendben is lesz az együttes, egy újabb fejlesztés. Újabb lépésre tudnád a fejlődési nyilvánat. Köszönöm szépen. Tehát ugye az történt, hogy itt a mozgáscentrum és boxterem kapcsán, hogy felmerült, hogy mi legyen a sorsa. Két lehetőség volt, hogyha nem fizetnek már Robbobertől havi díjat, akkor fel lehet mondani a szerződést, vagy ha nem készül el december 1-ig, akkor is fel lehet mondani. Időközben egy nagy lendületet kapott ez a terem, és most úgy néz ki, hogy valamilyen szinten el fog készülni. Most az a kérdés, hogy mi ezt a testület majd hogy fogjuk értékelni, hogy ha megnézzük hétfőn, hogy ez elkészült-e vagy sem, ököl vívna benne, vagy nem vívnak ökölt, mert akkor, ha ez így történik, akkor eldönthetjük, hogy akarjuk, vagy nem. Kérdés az, hogy nekünk jó-e az, hogy most, ha valaki ránéz az épületbe, akkor én azt mondom, hogy már most látszik, hogy sokkal szebb, mint amilyen volt. Azt mondom, hogy bárki hoz ide még annyi pénzt, és azt mondja, hogy ugyanilyen szinten megépít bármit, és akkor lehet gondolkozni, de az elmúlt 3 évben ilyen nem volt. Ez egy olyan beruházás volt, amikor az jött elő, ami azt sült ki, hogy most az az épület szám jobban néz ki, mint a másik jelenleg. Én azt gondolom, hogy ezt a testőt el fogjuk dönteni hétfőn vagy kedden, megbeszéljük, hogy mikor, hogy el tudjuk-e fogadni ezt az ökölvívó teremnek ezt a stádiumát, vagy nem. Nem tudok el most mit mondani. A törvény szerint december 1-ben meg kell nyitni. A szerződés szerint december 1-ben meg kéne tudni. Végül visszatérve az ökölvívásra, én egyszerűen nem értem azt, hogy a falu ez miért okoz ilyen problémát. Ez egy ugyanolyan sport, én nem vagyok körvívó sebb, látszik rajtam, de a OP ott lehet, tehát egy vízilabda, azzal nincs probléma. Sőt, azt írik a fal a dizájnába. Én nem értem. Ez a sport, ez adott már nem is egy olimpiai bajnokot, világbajnokot, tehát ez valamikor Magyarországon egy nagyon jó futó sport volt. Hogy ez most miért ilyen probléma? És hogy az András elmondta egyébként, mert más nem lehet ez a beruházás ellen felhozni, de ez az, amit ugye a Laci felvetett, hogy mennyire illik ebbe a koncepcióba, nem értem. 3 évig volt állt ez üresen. Végre akadt egy vállalkozó, aki saját tőkéből egy ilyet kialakít. Szép lesz, rendben lesz, nem egy romhalmaz lesz. Mi ezzel a probléma? Nem értem. Na mindegy. És még egy ilyen, hogy amennyit egy kérdés megválaszolva maradt, ez a 12,5 milliós, de valószínűleg összekevered a hésszel, a mi időszakunkban semmiféle ilyen koncepció nem készült, valóban 2015 végén készült el a építési szabályzat. És az körülbelül tényleg ennyibe került, nem egy összegbe fizetünk, tehát már az előző testület is egy részt kifizetett belőle, de nagyobbik részt a előző testület fizetni ki. Tehát egy építési szabályzat, nem készült semmiféle való átfogó koncepció. Hát akkor másként értelmezzük ezt a koncepciót, mert azon kevesek egyike vagyok, aki végigolvasta. Ajánlom a figyelmébe a képviselő testületnek, és akkor lehet, hogy én vagyok alul iskolázott,
úgy gondolom, hogy tudom értelmezni, végén, hogy tájépítész területen dolgozok, 37 éve, hogy ez a koncepció szembe ment az önkormányzatnak, az előző testületnek számos rendelete. Tehát ott kialakult, hogy ennek a falunak mik azok a pontjai, mik az értékei, és mit mentén kellene tovább menni ahhoz, hogy Leányfalura azt mondják, egy olyan falu, amely a kultúrának a megőrzését, és egy bakancsos, kerékpáros, vízi, tele, hogy hívják el, idegenforgalmi hely legyen. Tehát ez a koncepció, és ezzel szemben ugye nagyon szépen például itt a Lengyillával kapcsolatban is megfogalmazták, hogy itt egy kulturális központ legyen, de itt bölcsődétől vendéglátóig elkezdve csapottak az ötletek, és ez az ötletdobálózást kellene megszüntetni a mostani testületnek, hogyha egy átfogó koncepciót letennének, hogy mégis mit a céljuk a faluval kapcsolatban. Nekem nem a sporttal van problémám. A problémám egyrészt az, hogy adhok bekerült oda most egy cég, és ez meg fogja akadályozni azt, hogyha bárki egy átfogó, akár itt egy termálfürdőt akarna építeni a nagy tőkével, senki ebbe egy fillért nem fog beletenni, mert ott van bent egy zárvány, amelyiket nem tudja megkerülni. Ez az egyik. A másik, annak idején, pár hónapig a szombathelyi haladásban voltam, úgymond homózsák, boxoltam én is, amíg apám ki nem pofozott ebből a sportágból megtudva, hogy hova járok. Tudom, hogy milyen közönsége volt. Sokkal meggyőzőbb lett volna, hogy az csinos lányok mellett úgy örülnék, hogyha ők boxolnának itt, ha a teljes palettát látnák. Mert amit a boxsport körül láttam én eddig, azért vannak olyan rajongó tábora, akinek nem fog örülni Leányfalu, és ha ők ide jönnek, akkor az arra kérnék egy ígéretet, ha ez mellett döntenek, hogy vállalják a falunak a bekamerázását is az önkormányzathoz. Köszönöm. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy 2015-ben valóban készült egy település fejlesztési koncepció, a LISZ Urbán, vagy akkor rosszul. Igen, valóban készült egy koncepció, és abban igaza volt a Bellavics Lászlónak, hogy ez valóban az elmúlt 5 év során nem került nagyon sok lépés el megvalósításra. Csak ennyit szeretem mondani. Köszönöm szépen. Mikor még elkértem a mikrofont, akkor tudtam, mit akarok mondani. Laci, mit mond? Mivel végén fejezted be a végén? Kamerázás, igen. Ugye az egy másik kérdés, a kamerázást elkezdtünk gondolkodni edzőasszonnyal már, és egy szakembert felkértünk, hogy segítsen kidolgozni a kamerarendszernek a létjogosítságát. Beszéltünk Pólistán közt megbízottal, és ő is segít benne. Tehát a kamerarendszerben való gondolkodásnál elkezdtük. Azt mondták, hogy ilyen 5-7 millió forint lenne az az összeg, amelyen belül lehetne olcsóbb vagy drágább kamerarendszerbe gondolkodni. Ez egy 6-8 kamerát jelentene a település több pontján. Egy központtal, amit polgárőr nézhetne, vagy mármint úgy nézhetne, hogy élőben, tehát vissza nem, de élőben nézhetne, visszanézni, vagy a rendőr nézhetné vissza, vagy pedig, hogyha valami bűnösebb történt, akkor az illetékesek. Tehát ebben gondolkodunk, illetve a közterületben egy munkakört is meghirdettük, és erre is már van, csodálatos módon 3 jelentkező is volt, és abból egy úgy néz ki, hogy talán jó is lenne. Erről majd a testület fog a decemberi ülésén beszélni. Tehát ebben az ügyben léptünk lépéseket. Én azért vagyok kicsit rossz helyzetben, mert én is, amikor először ez a boxterem szóba jut, akkor azt mondta, hát vége valamit csinálom. Akkor elkezdett jönni ez, hogy kik boxolnak, én nem tudom, kik boxolnak, akkor én is el voltam kicsit bizonytalan, hogy most ez jó döntés volt, vagy nem jó volt, nem tudom. De aztán, amikor azt láttam, hogy az elmúlt 3 évben senki nem hozott ebbe pénzt ebbe a termálfürdőbe, tehát mindenki mondja, hogy egészségturizmus, de ide még senki nem jött úgy, hogy tud mondani egy dolgot, hogy ki fogja hozni ezt a több százmillió, inkább milliárdokra méretű, tehát ha valaki idehoz mondjuk 1 milliárd forintot, vagy 1,5 milliárd forintot, hogy fel akarja a sandot újítani, akkor lehet, hogy 15 millió forintos beruházásra tudjuk váltani. Tehát én azt gondolom, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy véglegesen megszűnt, mert hogyha a beruházódnak kiszámítjuk, hogy mennyit ruházott be, és mondjuk ez legyen 15 millió forint,
egy ilyesmi, egy másfél milliárdos beruházásnál ez nem lesz akadálya, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy ezt szeretnék inkább öltözőbe alakítani. Nem ezért egy beruházás, ha indulna egy több milliárdos, az 1-2-3 évig arra szintre jó tervekkel együtt, hogy tényleg működjön. Addig miért ne lehetne ott például a tervezés időszakában, hogy bármikor egy más funkció. És mondom, szerintem, ha azt döntene, ide jönne most valaki, hogy itt van egy másfél milliárd forint, de ugye van a konkrét terve 2,5 milliárd forint az egész szűrtélek a felújítása. Ha egy éve ide jön valaki, akkor nem azon az 5 millió forintot fog múlni, vagy éppen 20, hogy ezt a kiváltjuk valamilyen egyezséggel ezt a mozgáscentrumot szerintem. Én ezen most ezen vagyok, tehát hogyha nekem döntenem kell a hétfő vagy kedden arról, hogy jóvá hagyjuk ezt a beruházást, vagy ne hagyjuk jóvá, én azt fogom mondani, hogy ha itt tartunk, lássuk, ahogy kinéz, az menjen, tehát én nem fogok ellenni szavazni, és nem fogom azt mondani, hogy fejezzük be a Box Terem projektjét. Jó. Én annyit volnék, hogy ez hallani? Igen. Köszi. Tehát annyit volnék hozzá, hogy azért az egész rampfejlesztés, ezt nem most tettük, hanem már gyakorlatilag 2 vagy 3 éve. Pontosan, tehát nem úgy kezdtük, hogy csak a strand, hanem az egész falut. Tehát én a magam részéről, én helyi lakos vagyok, én azt szeretném, hogy a falunk az szép, tiszta, biztonságos. Tehát, hogy örüljünk itt lakni, szeressünk itt lakni. Tehát minden olyan dolgot, amit én a strandnál javaslok, az nem csak a strandnál van, hanem úgy érvényes a Dunapartra is, a parkolásra is. Beszélgetünk már esetleg arról, hogy jó lenne egyszer megvalósítani mondjuk egy olyan buszjáratot, amelyik egy kicsit a 11-es forgalmát csökkenteni. Tehát nagyon sok gondolat van a strand kapcsán. Sőt, itt már bizonyos kisebb csoportokban én javasoltam azt, hogy ilyen közösségi tervezést is meg lehetne csinálni, ennek ismerem a módját, hogy hogyan kell. Ezt javaslom, hogy indítsunk el egy ilyen dolgot. Ami pedig itt a Box Termet illeti, nyilván van egy ilyen furcsa előkép. Én is így indultam. De ha megnézzük a saját történelmünket, akkor nagyon nagy nevek vannak. Másrészt pedig azt lehet tudni, hogy aki sportol, az a tanulmányaiban is sokkal magasabb szinten teljesít. Hát elég csak megnézni a sportolóinkat. Szerintem nektek is majdnem kitűnő az átlagotok, hogyha jól tudom. És a sport az becsületességre nevel, tisztességre, stb. Tehát itt is ez a cél, és hát én a Ferencet ismerem, tudom, hogy úgy jártam mögé, hogy ezt fogja biztosítani. Nagyon remélem, mint helyi lakos is, hogy ez tényleg így van, és nyilván a megfelelő dolgokat meg kell tenni. Másrészt pedig azt szeretném mondani, hogy ez az egész beruházás, megpróbálok hangosabban beszélni, az egész beruházás, ugye ez a nyugati része, tehát az egy nagyon korrekt dolog volt, hogy én arra kértem a Ferencet is, meg bárkit is, aki idejön a strand kapcsán, hogy lehetőleg a falu érdekében is kiszolgálja. Tehát ez az egész sportcentrum, ami itt létrejön, az úgy jött létre, hogy csökkent a területe az eredetihez képest, azért, hogy az a terület, ami tényleg közvetlenül a strand felé fog kiszolgálni, az megnövekedjen. Tehát figyelembe vettek a beruházás során olyan dolgokat, amik nem csak egy üzleti érdek, hanem a közérdek is. Sőt, nagyon fontos az, hogy a strand előtti terület parkolásilag is, és rendezettség szintjén is rendbe jöjjön. Sőt, itt a strand felüli oldalon is, hogy megvalósuljon az a zárkácsor, az a kultúrát környezet. Erre van vállalás, tehát van ígéret, van hozzájárulás. Bízunk benne, hogy ez így is fog alakulni, és együtt tudunk, hogy a kormányzat által megnyert támogatáson, ugye a közbejáratra, meg az öltöző részére megkaptunk gyakorlatilag,
hát most ugye folynak ennek a támogatási szerződést, a aláírása, hogy ez az egész egyszerre egy nagy lendülettel megvalósulhat, és további fejlesztési lehetőségeket ad majd, ami kihatással van az egész falura, a faluközpontra és a további részre. De van sok jelentkező, mint tehát az úgy néz ki, hogy ez a történet eldőlt. Oké, legyen. De a szerződés, de legyen rögzítve, hogy milyen kártérítést is kell fizetni, ne oly módon, mint az engedélyezett presszó, ami még nem kezdődött el a Dunaparton, mert az, ha annak az arányaiban lesz a kártérítés, akkor nem 15-20 millió, hanem 100 milliós kártérítést kell fizetni. Tehát a döntésnél ez legyen feltétlen súlyozva. Ezt kérném. Az érdekeltek tudják, hogy miről beszélek. Köszönöm. Nem tartom ide leállítani két éve. Úgyhogy legyen tömegsport, az én gyerekkoromban tömegsport volt. Azon volt a hangsúly. Az én nekem a fiatalabb lányomnál négy unokám van. De ők nem fogják tudni megengedni maguknak, nem azt mondjuk boxra abszolút nem, mert négy fiú vagy is egy kislány. De még a Fitchesben, én voltam közalkalmazott és köztisztviselő a pártunkban, de az én nyugdíjam nem éri el azt, hogy én a fitnessbe tudjak járni, vagy pedig szaunázni, vagy nem tudom, a parkolással kapcsolatban. Igen, bocsánat, a parkolás megbeszélt, de itt van még kb. 40 jelentkező, adjunk lehetőséget másnak is. Meghallgatjuk először, többiek azt mondják, és aztán még visszatérünk a parkolásra is. Jó, Kanin, tessék a másik. Molnár Ilona vagyok, és azt szeretném bejelenteni, hogy 60 éve Lánytól Fenyő utca a két szakaszában is közvilágítás. Többször iratot kértem, választ sem kaptam rá. A Fenyő utca 12 előtt a villanyoszlop úgy be van dőlve az út felé, hogy azt meg kéne nézetni hivatalosan. Megnyitották a Hársa utcát, a Panoráma és a Mókus utca között, de is van aszfaltozott, de ott sincs közvilágítás, oda is kérek. És a másik, a Mátyás Király út és a Panoráma út között a Hollóköz. Ott van két oszlop, villanyoszlop, és van rajta lámpa, de nincs benne kör, vagy sem van benne kör, de csak évtizedek óta nem világít. Hogy oda kérem, hogy az elműtől tegyenek új égőtek, jó? Ugye ez a négy kérdésem van. Köszönöm. Rendtük is rajta leszünk, jól tudom. Köszönöm. Ott hátul van egy megyet, aki ilyen ott van. Én is ilyen köszönöm. Kádárné vagyok. És én is jár, abszolút megálljon utca van. Tehát nem ilyen emelkedett problémám van, hanem emelkedett szintű teljesen egyéni kis közösségre vonatkozik. A Gyöngyvirág utca aszfaltozása vagy rendbetétele volna a probléma, és azt szeretünk kérdezni, ez a legelején merült fel, hogy mit terveznek jövőre. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy hogy lehet kérvényezni esetleg, hogy oda is kiterjedjen, ha nem is jövőre, hanem esetleg utána. Pontosan melyik utcáról van szó? Gyöngyvirág köz. Ja, az a kis köz, ami nélkül. Én azt gondolom, ha így rajta múlna, akkor azt elhoznám a következő esztendőt, az összes önkünket, ami még nincs aszfaltozva, és a testület csinálna egy sorrendet, hogy mi lenne, és ezt publikáljuk, tehát ők bemondanák, hogy ebben a pénzügyi helyzetben kb. Mikor, melyik utcára, mikor jutna sorra, és onnantól fogva az jön, amit mondott akár a Juhász úr is, hogy onnantól fogva, hogy 50%-ot áll, akkor azt előre veszünk, aki többet áll még előrébb, tehát talán így lehetne demokratikusan. És az, hogy a rangsor pedig az alapján kell, hogy az utca minősége, és hány embert érint, mennyire bekötő út, mennyire egy zsák utca, mennyire egy nagyforgalmú út, tehát egy ilyen fajta, ezt majd a bizottsági szinten megtárgyaljuk, és próbálok egy ilyen publikus utcasorrendet kialakítani, és akkor mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogyha semmi nem változik, akkor mondjuk csak 8 év múlva lesz aszfaltos útja, és onnantól fogva lehet majd egyezkedni szerintem, hogy ki mennyit hozzá. Jó, tehát akkor jövőre lehet esetleg jelentkezni erre? Jelentkezem most, most elértük az igényt, és akkor ezt a kettőt is meg kell csinálnunk, hogy legyen egy ilyen. Jó, köszönöm, meg
És az a kérdés, hogy még annyi, hogy és hány ember érint ez a gyöngyvilág köz körülbelül? Hát házban 1-2-3-4-5-6. Olyan 7-8. És abban hány állandó lakos lehet körülbelül? A 8 ingatlan van. Hát jó, tehát a 8, max. 8 család, hogyha mindenhol lakik valaki. De amikor ott van a Fejnegyi utca, ahol például már most tudjuk, hogy van kb. 11 lakásos társaság. Tehát vannak olyan utcák, amik mindegy, egy ilyen sorrendet csinálunk, és akkor meglátjuk, hogy lesz jó. Tehát jövőre igyekszünk egy ilyen vállalást is, hogy írunk, hogy egy utca, Hofik utca, rangsorot kialakítunk, és akkor lehet egyezkedni, hogy ki mennyiben mennyire tudom lépni. Köszönjük szépen! Nyilván látom, de először, aki még nem szólalt hozzá, jól legyen, és akkor utána visszaadjuk azt ott a végén. Sima Lorán, Kipáros, Gerekény utca 2-es számban lapom, és igazából engem szerencsére nem érint ez a kérdés, mert nagyon jól állok az út, köszönhetően, hogy fel lett újítva, és viszont nagyon sokan mondták, akiknél most zajlott útfelújítás, hogy szeretnék kérni, hiszen ez egy jó kezdeményezés lenne, hogy azok az útják, ahol lesz utolítás, azt jelentség be a lakóknak, hogy esetleg tudjanak egyezkedni arról, hogy mondjuk plusz évben fizetnek és csinálnak a saját maguknak lejárót, vagy mondjuk még a betonozás előtt kialakítják úgy a kapcsolódást, mert bizonyos munkák után már nem tudnak úgy kiálló csinálni maguknak, szóval ezt többen javasolták, hogy jó lenne, hogy felről előre érdeklődnének, és akár esetleg ők is pénzbefizetéssel a saját maguknak ki tudnák alakítani a saját megközelíthetőséget az úthoz. És nem csak azon reggel tapasztalnánk, hogy hopp, eljutott az útfelújítás. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Fontos is, mert én magam is ezt mondtam, hogy ezt így kell tenni, hogy igyekszünk ehhez, hogy alkalmazkodni. Köszönjük szépen! Tessze meg látni, amit a nagy lehetőségben igyekszünk minden kérdésre válaszolni. Hát akkor nyilván a visszaadjuk a szót a kismányban a következő, mondom az ő legyen kedves négy egyszer. Az a kérdésem lenne például, hogy Orgona utcában mennyivel szállt be, az Orgona utcában mennyivel szállt be az önkormányzat és a doklapok, és a Rigó utcában is mennyivel szállt be az önkormányzat és a doklapok. Mert én tudom konkrétan, hogy kik raknak ott. Például a Jászmin utca egy gyönyörűen meg lett csinálva, mert oda költözött Visegrádról az állatorvos. Addig megcsinálták, de már főjebb már nem volt, mert ott lakik a Redő Feri, ott lakik a Redő Katika, ott lakik a sokan laknak ott, igen. Általában azt nézi az önkormányzat, ki hol lakik és milyen emberek laknak ott. Ez az egyik. A másik egy javaslatom lenne a gyalogvág felülel kapcsolatban. Volt egy balesetem, nem régen, és tudom bizonyítani, mert az illető egy hölgy volt, két kisgyerekkel véletlenül ütött el. A Mátyás Király utca és a Móri Zsigmond út, ahol a szerencsejátéknak, ugye a Mátyás Király utca lefelé egy irányú utca. De a szerencsejáték után, hogy ő előkelő, ő neki nem egy irány, ő fölhajthat fölfelé, meg lefelé jönnek, és ez egy nagyon veszélyes rész. Ott csinálnak, hogy legalábbis oldják meg azt, hogy legyen egy gyalog átkelő hely kifesére. De nekem ott ütött el egy autó, és azóta is sánykított és fájlálom. A szerencsejáték nem azért lett előkelő, hanem azért, minden. Elmondtam azt, akkor elmondom, hogy miért, mert régen az ő kapuja a 11-esre nyílt, de még már ilyen nagy autóforgalom van, ezt nem lehetett engedélyezni, ezért kapta meg oldalra a behajtási lehetőséget, de ez csak úgy lehetett, hogy azt a szakaszt kitányosítják, mert ott naponta több 10-20 autó jár, és ez volt a forgalom technikailag megoldható egyetlen megoldás. Tehát akkor Gyuri Pál is egy irányú volt még, tehát bármire nyitottunk volna, mindenhol ilyen mondott, nem így nyitottuk persze, de ez volt. És a másik az utca kapcsán, én nem tudom, hogy az Ugra utcában kik laktak, meg a Vasonyai. A Cseresznye utcában, nem utáni a Cseresznye utcában, a sorfok kerülben, ami járt utca. Turán Tünde és a doktor úr lakik a Rigó utcában. Turán Tünde meg a Gyűlédő. Igen. Mert én oda költöztem legelőször az Orgona utcában, de nem sikerült, nem tudtam megoldani. Jó. Azt hiszem ki először. Én megmondtam, hogy jövőre úgy tervezzük, hogy ez így lesz, innentől publikus lesz, és akkor mindenki látja, hogy az ő utcáján mikor kerül sor, de még a képviselő úr szeretne egy hozzáérni. És utána javaslom, hogy mások is még gondolkodjanak, hogy akkor ne ugyanazok tegyék fel a kérdéseiket. Köszönöm a szót. Csak meg szeretnék nyugtatni mindenkit és a hölgynek, hogy ön virág közben is talán
tudnék ebben segíteni, hogy ez hogy történt a Kőrös utcában nálunk. Egy házas pár, a doktor, kis doktor nagy házas pár elkezdte gyűjteni az aláírásokat, hogy ki az, aki beszállna. Először is készült egy költségvetés. Itt a polgármesteri hivatal csináltatott egy költségvetést, hogy x forintba kerül annak az útszakasznak a rendbetétele, leaszfaltozása. Mennyi annak az 50%-a? Ennyi. Akkor elkezdte körbejárni a lakókat, hogy ennyibe kerülne az 50%, ki az, aki bele tudna szállni, jó lenne, ha beleszállna. Aláírtuk, 200 ezer forint volt ingatlanonként, amivel be kellett szállni, és amikor csak azért, hogy megnyugodjon mindenki, és főleg a drága Matula Éva is, hogy itt nincsen susmus, és amikor elkészült a számla, az önkormányzatot, ugye mi befizettük a pénzt, én azért üveges szemekkel hallgattam ilyet, és a következő pénzügyi bizottsági ülésen kérem is majd, hogy szeretném tájékoztatást kapni, hogy ki, melyek azok az utcák, akiknek az adófizetők pénzéből az önkormányzat meghitelezte, és utána nagy eleganciával nem fizették be a rájuk eső részt. Javasolni fogom ezt napirendként. Tehát amikor elkészült a munka, az önkormányzat ugye elszámolt, 67 ezer forintot visszakaptunk. Tehát konkrétan amiben került az 50%, tehát nyugodjon meg mindenki, teljes tisztán mennek itt a dolgok, költségvetés, ennyibe került, 50%, ennyi, összegyűlt a pénz, befolyt az önkormányzat kasszájába, elindult a munka, megrendelték, elvégezték, végszámla, és így. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, akkor nincs olyan, aki még nem szerepelt? Bocsánat, Laci, vagy jó, akkor csak egy dolog. Igen. Három éve jeleztem, és megtudtam most is, nem volt változás. A Zerkel lépcsőnél három éve nincs világítás, és az egy elég veszélyes történet. Köszönjük, ez az, és van is nekem az Zerkel utca, és hát mondom, hogy van 68 utca van, ahol nincs semmi közvilágítás, ez is köztük a köszönjük szépen. Tartó István vagyok, a Mátyás Király utcából, és szeretném kérni a új testületet, akinek ezúton is javaslom, illetve hát gratulálok, akik itt ülnek, hogy bekerültek a testületbe. Hát az előtt volt a hivatalnál egy levélszekrény vagy postaláda, és az a kérdésem, hogy ezt szíveskedjenek visszahelyezni, hogy tudjuk a részrevételeket, javaslatokat, ne kelljen mindennel személyesen fordulni a testülethez, vagy az illetékesekhez, hanem hetente egyszer, ha kiürítenék, akkor oda is el lehessen helyezni. Hát nem a vélemény, hanem a kérés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azért is örülök, mert ezt annak de javasoltam tegyük föl és fel is tettük. Az igaz, hogy utána le van róla este az, hogy képviselő testület, de maga a postuláda ott van most is, tehát ott van most is, csak első róla az a kis cidrói testület, de fölragasztjuk, és akkor ez vissza fog állni. És emellett persze lehet még interneten keresztül is nyugodtan, vagy személyesen is felmenni, de ez is egy lehetőség arra, hogy eljusson hozzánk a lakosság aláírt, vagy aláírás nélküli kérései. Köszönjük szépen! Üdvözlök mindenkit, Antal Zoli vagy Antal Zoltán, a Lányfló Sport Egyesület vezetője, aki nem ismerne. Először is gratulálok mindenkinek, aki itt ül velünk szemben, hogy a falu megválasztotta őket, és remélem, hogy jól választottuk. Nekem természetesen a sportegyesülettel kapcsolatban lenne kérdésem, hogy a vezetése a falunak, a polgármester mennyire támogatja a munkánkat. Tehát köztudott, hogy a TAO pályázatokból nagyon sok pénzt tulajdonképpen ide lehet hozni a falunak. Ezzel eddig is dolgoztam, és dolgoztunk, és mindenképpen szeretnék még a falun javítani. Tehát legnagyobb szívfájdalmam ez a hátsó pálya, ami itt van. Tehát ezen lehetne gondolkozni, hogy milyen pályázatot adjunk be. A Dorján polgármester úr jelezte, hogy a kosárlabdások is tudnának ebbe segíteni, felvette velük a kapcsolatot. Tehát ők is segítenének Lányfalon, azt mindenki tudja, hogy
nekem a szívügyem az a falu, tehát nekem ő sem mindenki itt él, tehát én azért dolgozok, hogy mindenki jól érezze magát, ne csak a focisták, mert így mondják sokan, elkerítettük a pályát, ez baj volt, de ha nem kerítenénk el, akkor nem így néznek ki, de mindjárt nem menjünk bele. Tehát az lenne a kérdésem, hogy mennyire ássuk bele magunkat ebbe a munkába, a pályázatírásba, hogy kapunk-e az önkormányzattól, illetve a falutól ebben segítséget, nem csak erkölcsics, hanem ez pénzbe kerül. Tehát ezt mindenki tudja, ha beruházás van, ott 30%-os önrészt kell előteremteni. Tehát ebben kérnék egy választ, hogy dolgozzunk ezért, vagy különüljünk le, vagy mi történjen, mert szerintem a falunak is ez nagyon jó lenne, hogyha ez a nagyon szép hátsó rész megoldódna. Tudom, már egyszer belevágtunk, nem az én vezetésemmel, ez nem mosakodás, de én úgy érzem, hogy ezt normálisabban is meg lehet csinálni, mint 5 évvel ezelőtt meg lehet csinálva. Tehát ebben szeretném kérni az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönjük szépen, és örülök a végén hozzátettel, ezt ugye egyszer már ezt támogattuk mi, tehát az előző vezető alatt volt egy beruházás, amikor egy füves pályává kívánták ezt alapítani, ugye taós konstrukcióban a 30%-ot állta a település, de látjuk, hogy ez igazából nem volt egy jó beruházás. Bár a fotbalozásra alkalmas egy nyári időszakban, de télen már meg ősszel eső, stb. Illetve azt is, hogy említsük meg, hogy azért a falu eddig is hozzájárult például a gépjármű vásárláshoz is hozzáadtuk azt a összeget, tehát ez azt mutatja azért, és amúgy meg tudtunk bele már autózni mi is, tehát bár nem én, hanem hogy a falu is igénybe vehette, tehát ez egy közös autóvá vált ezáltal a falu számára, tehát nem volt hiába való hozzá támogatás sem szerintem. Én mindenképpen támogatom, erről beszéltünk is, és én örülnék, hogyha az következő, de szerintem mindenki örülne annak, hogyha ezt a sportpályát több funkciósá, tehát fotbalozásra, kosárlabdázásra alkalmas közösségi térré alakítanánk. Azért lenne ez fontos, mert akkor a focisták megnyugodnának abból szerintem, abból a szempontból, hogy a füves pályát bárki bármikor nem használhatja, bár hogyha igényt kér, akkor használhatja. Viszont akkor ezt bárki használhatna bármikor, tehát a focisták is azt mondhatnák, hogy akkor az ő hozzájárulásukkal ez a pálya is egy közösségi pályával alakult, és akkor nem fájna annyira az emberek szíve, hogy nem tudnak ott randalírozni a üres pályán. Ha valaki focizni szeretne sportszerűen, akkor fordulhatnak hozzá, és kaphatnak rá lehetőséget. Tehát ha valaki nem kutyát szeretne sétáltatni, akkor erre most is lehetőség van szervezetéletek között, tudom. Esetlegesen nem tudom ki, valaki a testet még mondtam, hogy... Szólhatok egy percet? Tehát akkor tulajdonképpen dolgozzunk ezért. Ez az enyém volt, én szeretném, hogy a testületből beakálnának, aki úgy érzi, hogy szeretne hozzászólni ez a dologhoz, nyugodtan ez a testületülés egyben. Köszönöm szépen. Én azt gondolom erről, hogy ez mindenképpen egy jó irány, meg jó cél, de azt gondolom, hogy tényleg le kéne ülni, átgondolni azt a szaszektívban, meg tudjátok mondani, hogy egyáltalán próbáltatok, irányítjátok, mik azok, amiket lehetne fejleszteni, és ugye, hogy tehát tudjuk előre, hogy beadtunk egy pályázatot, és akkor most kéne a 30%, hanem akkor ezt tudjuk tervezni valami előre, esetleg van a lehetőség, hogy a költségvetést úgy alkossuk meg, hogy egy bizonyos összeget erre megcinkítünk, hogy ez arra van, hogyha van ilyen tavó pályázat, akkor részt tudjunk venni, tehát de mindenképpen foglalkozunk vele, és ez egy támogatódó cél. Én főleg, mint ifjúsági tanácsnok, úgy az ifjúsági sportolási lehetőségeket főleg támogatom. Köszönöm szépen! Annyit mondani még erről, hogy a kosárlabdásokkal mi is beszélgettünk, és azt mondták, hogy ők tavosan pályáztak Szentendrével együtt, a Szentendrei önkormányzattal együtt. A felszabadulás Püspökmajor lakótelepen készül egy ilyen több funkciós pálya, ami alapvetően kosárlabdapálya, de kosárlabdázásra is alkalmas. Nagyságrendileg 10 millió forint, ebből akkor 3 millió forint lenne az önrészt durván. Tehát, hogy ha valami ilyesmivel lehet gondolkodni, tehát hogyha mi azt gondoljuk, hogy próbálnánk a fotbalistákkal is együtt gondolkodni, akkor ahhoz, hogy egy jó pálya legyen, 3 millió forint a minimumvel kell kalkulálnunk ahhoz, hogy ez egy pályán lehessen menni, nyilván még jövőre lehet, hogy a drágábbak lesznek az árak. De tehát van erre precedens példa, amit tudnánk követni, és szerintem nincs ebben a faluban olyan ember, aki azt mondaná, hogy ne legyen ez egy fiatalok számára bármikor elérhető, világított, este is világított sportolásra alkalmas pálya.
nem minden, hogy bárki ezzel lesz szólna. Tehát én azt gondolom, hogy akár a legközelebbére nem, de mondjuk januárban az első ilyen bizottságülésre, hogyha meghívunk és eljössz, akkor ezt a közös gondolkodást el tudjuk kezdeni. Köszönöm szépen. De hogyha valaki azt mondja a teremtés, hogy ez nem jó, akkor most mondja és felmondjuk ezt a dolgot. De szerintem nincsen emletés. Csak eszembe jutott, hogy például régen, nem tudom, 10 éve volt Lejfrón is ilyen, hogy sporták választónak. Például szerintem jó lenne felújítani, hogy a itt élő fiatalok megválaszhassák, szerintem, hogy soha nem is tudják, hogy milyen sportokat lehet űzni. Tehát ugye mi például judóban vagyunk érdekeltek, a iskolában van, és azt is nagyon sokan csodálkoznak, hogy így Lejfrón lehet judózni. Tehát például erről is majd beszélhetünk. Köszönöm. Erősi Kálmán vagyok, Leánytól Borúzsikban 165 per vég alatt lakom. Javaslatot tennék egy Leányfalunak egy termelői piac létesítésére, amit a helyszínt meg is ki is néztem itt a központban, itt a cukrászat mögött, vagy a cukrászizem mögött a parkoló, ott van az a néhány asztal, pad, ott én nagyon alkalmasnak látnám azt a helyszínt. Ha, és örülnék neki biztos, hogy a faluban, főleg a szigetből, úgy tudomásom szerint a Szenttendrei piacra nagyon sokan járnak ilyen termelők, azok is biztos ide csatlakoznának. Hát ezt majd a testület majd elütlenti, hogy jó ez az ötlet vagy nem. Köszönöm. Szépen. Az ötlet mindenképpen jó is, bár sokan meg is fogalmazták ezt. Sőt, aki régi lányos, azt tudja, hogy régen is volt egy ilyen piacunk a mai takaréknak a helyén. Igen. És pont amikor ott egy több dolog miatt az ott kiszorult onnan, akkor lett ez az alsó rész kialakítva egyfajta piac lehetőségét, de ott már nem ment ez a piac. Vagy az nem működött igazából. És a piac utcának is hívják azt az utcát igazából. Tehát igazából erre volt törekvés, de akkor elhalt ez a dolog. És mindenkiben van egy igény, hogy te jó lenne egy jó piac, ahol jönnek az emberek sok-sok friss termékkel, és ezt megvásárolhatnánk. De azt hiszem, ez sokkal bonyolultabb kérdés annál, hogy ezt mi eldöntsük, hogy jöjjenek ide, mert hogy mitől jönnek ide, ahhoz kéne egy állandó vevőkör, ahhoz kéne maga a piac, meg a lehetőség. Tehát ez egy elég komplex és összetett kérdés, amit én most így nem tudok megítélni, de vannak nálam avatottabb, aki ebben a témában már otthonosabban mozognak. István, te jelentkeztél? Akkor ezt a Istennek otthonosabban mozog ebben a témában. Köszönöm szépen. Eszterbe István vagyok, Mátyás Kerek 17-ből. Tulajdonképpen köszönöm az Zornak a felszólalását, mert jelenleg aktuális az egész téma. Nagyon sok felé tapasztalat, hogy ilyen típusú igény legyen termelői áruhoz való hozzáférés a lakosság részéről. Mindenütt az a általános tapasztalat, hogy a termelői áruhoz való hozzájutásnak előfeltétele, hogy a termelők kellő számban kellő kínálatot tudjanak nyújtani. A lakosságnak az az igénye, hogy ilyen sokféle áruhoz hozzájussanak, mert ha már elmegy a piacra, akkor bevásárolva tudjon hazamenni, de csak egy-két kiló ilyen olyan termékkel. Na most ugye olyan térségben élünk, ahol a mezőgazdálkodás az erősen visszaszorult, mert ugye agglomerációban élünk, városias életet élünk, és olyan kevés a termelő, hogy csak néhány termék az, ami valóban elérhető lehet. Így aztán elég kevés a termelőknek a száma, ahhoz képest, amennyi valós igény lenne. Illetve, hogy mégis összetalálkozzon a meglevő termelő kapacitással a vásárlókkal, csak kiemeltenek tekinthető piacokon tud érvényesülni ez az igény, ilyen például a Szentendre is, meg még van egy-két olyan település a Budapest környékén, ahol hasonló módon nagy az érdeklődés, és ugyanakkor kellő kínálat is tartozik. Na most ezt az anomáliát feloldandó, most már jó ideje, országosan is hivatalosan van az a fajta közösségi igény,
hát pontosabban bevásárló közösségeknek az alakítása. Történetesen szervezett módon a vásárlók egy hát, valamilyen társadalmi formával együtt működve szervezzék meg a vásározást, illetőleg a termelőkkel úgy vegyék fel a kapcsolatot, hogy előrendeléses módon tudják biztosítani a keresletet, és akkor a termelők biztosan számolhatnak egy bizonyos mennyiségű terméket az értékesítésére. Hát, ugye a termelők nem indulnak meg olyan piacokra, ahol bizonytalan mennyiségű vásárlóerő van. A dolgok ugye egyik a másikat feltételezik, ha elég vásárló van, akkor megy a termelő, viszont hogyha nincs elég termék, akkor meg nem megy ki a vásárló a piacra. Ami jelenlegi az, hogy a szokott kiskereskedelmi helyszíneken vásárolnak az emberek, hát tudjuk, hogy a termékskála rendkívül vegyes, így vásárolhatunk fokhagymát Kínából, vöröshagymát Ausztráliából, stb. Nem biztos, hogy mindenkinek megfelelő értéket jelent ez, több szempontból. Ugyanakkor a vidéknek a megtartó ereje, az rendkívül fontos, azt hiszem, hogy mindenkinek számára jó, hogyha vidéki emberek még hajlandóan maradnak a földdel van a foglalkozása és egészséges tápláléknak az előállítására. Úgyhogy én magamnál fogva kezdeményeztük jó néhány, hogy alakítsunk egy olyan közösséget, ahol tehát szervezetten előrendeléses alapon meg tudjuk rendelni a termelőktől közeles, vagy esetleg valamennyire távolabb, attól függ, hogy hol találunk a termékeket. Amit távolabb termelnek, az akkor távolabbról kell megrendelni. Ennek további folyamatánya, hogy több településen is szükséges az ilyen közösségeket létrehozni, hogy gyakorlatilag egy lázmúarban tudjanak a termelők lemeríteni árut, és olyan árat tudnak így biztosítani, ami számunkra megfelelő tud lenni. Úgyhogy tulajdonképpen a megoldás tehát nem annyira a történelmi megszokott termelőpiacoknak a kialakítása, hanem inkább az előre megszervezett közösségi formában való együttműködés, és így megrendelni a termékeket. Ha valaki kezébe vette a napokban megjelent helyi újságot, abban találkozhatott az általam közzétett írással, amiben erről írtam. A személyes igényeknek a továbbítására majd szor kerülhet különböző internetes megoldásokkal is, de akár telefonon vagy papíralapon is. A polgármester úr is lehetővé tette, hogy akár az önkormányzat ügyfélfogadásánál egy akár a bizonyos postaládába elhelyezve, vagy a könyvtárban is lehet leadni, vagy papír alapon kézzel írott rendeléseket. Tehát próbáljuk ezt korosztályoktól függetlenül biztosítani, hogy meg lehessen rendelni egészséges élelmiszereket. Köszönöm. Köszönjük szépen. És ugye a réges a piacok mindig általában olyan helyet alakultak, ahol sokan vannak, de városokban, tehát nehéz egy kis településen jó piacot csinálni. De hát ezt nem nekem kell most, mindenki tudja nyilván. Kinek van még kérdése vagy hozzászólása? Iván, akkor marad a szót. Csak ott hátul látom Horváth Zoltán Vineszter urat, és csak azért fontos, mert vele éppen a minap jártuk be a játszóteret, és megrendeltük a játszótér világítását is, tehát valószínűleg tavaszon már a játszótéren lesz közvilágítás, ami azt jelenti, hogy meleget őszi napokon nem kell négykor befejezni a játszóteren való játékot, hanem mondjuk akkor 5-ig, 6-ig, 7-ig is lehet ott játszani a gyerekücöknek. Ez csak most, hogy megláttalak, köszönöm szépen, úgyhogy ez is elindult ez a folyamat és a játszótér világosítása. Meg a falu világosítása, abban is meg együtt fogunk dolgozni.
többieket. Igen. Más nincs, akkor László parancsolja. Csak egy kérdés a végére, hogy az elkövetkező 5 évben a körház környékén várható valami változás, vagy ezzel kell együtt élnünk, ezzel a csodás képpel, milyen ez vonatkozik a kempingre is? Jó, mind a kettőre tudok most itt frissen válaszolni. A körház ugye úgy alakult ki, hogy aki nem tudná, hogy a körház az a strandtól északra lévő területnek az első objektuma, és egészen a kempingig van egy ilyen senki földje, ahogy tetszik. Ez rég 2006-ban alakult így ki, ami azt jelenti, hogy még nagyon volt... Jó, amit elmondom, én aztán hozzáteszem neki a sajátját. A lényeg annyi, hogy 2006-7 környékén vásárolta föl ezt a területet tőlünk, illetve több magántulajdonban, de volt ott egy tüzéptelep, meg két kisebb terep, tehát több telket fölvásárolt egy ingatlan fejlesztő cég, aki az egész hosszú telken egy szállodát álmodott meg 2007 folyamán, egy egész éven keresztül folytak, sőt több éven keresztül folytak az engedélyeztetések, az eljárások, de a 2008-as válságnál a cégnek a pénze elszállt. Én így tudom, tehát lényeg az, hogy 2008-tól a cég lemondott a tényleges munkáról, és 2008-tól ezt a projektet árulja, még talán most is megtalálható az ingatlan forgalmazó honlapokon, 1 milliárd forintért a szállodaépítési kép, meg a telek együtt ennyiért, de több más áron is meg lehetett látni. Tehát igazából 2008-tól ez egy ilyen projekt, aminek nincs megvalósítási lehetősége, vagy ilyesmi. És maga a cég, aki ezt csinálták, ezek időről időre feltűnnek, az önkormányzatnál is mondják, hogy ők továbbra is ezt szeretnék csinálni, és éppen 2 hete voltak benne nálunk a hivatalban, bejelentkeztek ismét, és mondták, hogy ők továbbra is csak szállodában tudnak gondolkodni, nem hajlandók semmilyen más kompromisszumra, mi beszélgettek, és a bérházat, a körházat lépbevenni, stb. Ők azt mondták, hogy ők csak szállodában, és hogy megint van valami tervük, hogy lesz ebből szálloda. Nyilván ez egy testület előtt, az új testület előtt nem volt még, az új testület előtt is, majd ha lesz időnk, akkor ezt is bevisszük, hogy döntsünk arról, hogy ugye most úgy van a leglényegesebb része az egésznek, hogy van egy parkoló. A parkoló nem a miénk, hanem a cégé, ezt mi használjuk, a falu használja, ezért ők nem kérnek pénzt, és azért mi az adó egy részéről lemondunk, hogy tehát ilyen konstrukció volt eddig az elmúlt években, ezt az új testületnek át kell majd tárgyalnia, hogy érdemes-e a parkolóhelyért cserébe azt felmondani, és esetleg valamilyen eszközökkel rákényszeríteni ezt a céget, hogy bármi módon, hogy lépjen, de akkor ezt a 100 autóhelyes parkolót el kell vesztenünk, és helyette 100 autónak kell helyet találnunk a nyári időszakban. Ez egy feladat, de ha meg tudnánk oldani, hogy nem ott lenne a parkoló, hanem máshol, akkor nyilvánvalóan lenne egy-két eszköz, hogy be kell keríteni, tehát lehetne őket apránként biztos lögdösni, hogy lépjünk. Jelenleg viszont az a 100 autó nyári hétvégén, ez egy fantasztikus nagy probléma, tehát hogyha ott nem állhatna meg az a 100 autó, amikor tele van a Petőfi Sándor utcai parkoló is, meg tele van a Strand parkoló is, meg a Mátyás Király utca és a többi, hogy akkor azt a 100 autót hol tudjuk elrakni. Ha meg lenne ennek a megoldása és nem lennék rájuk szorulva, akkor lehetne őket talán egyéb jogi eszközökkel rákényszeríteni, hogy valamit tegyenek ebből a területtel. De ameddig nem tudjuk elhelyezni a 100 autót, vagy talán még többet is, addig nehéz ez ügyben bármit lépni, mert akkor azt mondják, hogy nem állhatunk oda mi, és akkor onnantól fogva egy nyári szombaton vagy vasárnap hova tesszük. De aki javasolja, hogy hova tegyük, már most megveszük, és akkor lehet indítani ezt a projektet is, és a testület fog ezzel foglalkozni, de ez kell egy konkrét javaslat, hova tegyük nyáron azt a 100-150 autót, ami ott áll meg. Jó? Tehát itt tartok a körházzal. Annyit megértek még, bocs, hogy ki van nyugodva a palája néhány helyen a körháznak, és hogy ne romoljon el. A János kicsikarta belőlük azt az ígéretet, hogy próbálják ezt a körházat tetőt annyira rendbe hozni, hogy ne romoljon tovább az állaga, de az ő tulajdonban van a körház is sajnos, tehát így tudunk velük egyezkedni. És mondom, ennek szerint, ahogy én látom, a kulcsa ez az autóparkolás. Ha ez nem lenne kérdés, akkor lehetne velük szemben sokkal intenzívebben fellépni, de amíg nem tudjuk elrakni nyáron ezt a sok autót sehova, se faluba, addig nem tudom, hogy milyen más megoldásba lehetne gondolkodni, hiszen a kempingnél lévő parkoló is az övéké, tehát az egész területet ők fölvásárolták több tulajdonostól is. Ezt én így látom, de hogyha majd valaki másként látja, és a kempingről meg azt tudom mondani, amit most így nagyjából még nem lát, vagy teljesen képbe vele, de annyit tudok róla mondani,
hogy nem fizettek a lányfolyósi tulajdonosok sem nekünk, sem a NAV-nak, vagy legalábbis nem teljes összeget, ezért volt egy csomó követelés, és a NAV elábelezte az ingatlant, ábelezés alá helyezte, és akkor erre pályázott is egy ingatlanfejlesztő társaság vagy személy, aki meg is vette volna 80 millió forint összegért ezt a területet. Ez már nem a klasszikus nagy kemping, tehát nem egész végig, hanem vannak nagy kisebb részesek, ugye? Tehát a vége az már a körizigé. De akkor megtámadták ezt jogilag, és jelenleg még ez nincs lezárva ez a dolog. De ha lezárul, akkor valószínűleg az ő birtokába kerül. Én úgy tudom, hogy ez már tervtanács előtt is volt valamilyen szinten, hogy ott valami apartmanházakban gondolkodik ez a beruházó. És akkor ez egy kérdés lesz, ha ott apartmanházak vannak, ami akkor be lehet-e költözni, vagy nem lehet-e költözni, hogyan lehet ezt szabályozni. Tehát ez a testületnek ezzel foglalkoznia kell. Egyelőre még nem az övé a terek, de ha az övé lesz, akkor fog kopogtatni határozottan, és megmondja neki, ez a terve van, és a testületnek el kell döntenie, hogy szeretne ott mondjuk nem tudom hány apartmanházat, amiben... Tehát nem, magánlakás nem lehet ott, de apartmanházakat lehet, ami idegenforgalmi célból épül, de azt kell megtalálni, hogy mi a garancia arra, hogy nem fog valaki beköltözni állandóra. Magának a jogi lehetőség, csak ezt körbe kell járnunk, hogy ne váljon egy ilyen bentlakásos lábakon fog állni, ha megépül, tehát az árvíztől mentes, de ha árvíz lesz, mégis csak nekünk kell majd védenünk, tehát ez nekünk egy nem egy jó dolog. De mondom, jelenleg ott tartok, hogy még nem az ő, nincs az ő birtokában, és ha oda fog kerülni, akkor a testület elé kell kerülni ennek a dolognak, és így önök elé is, hogy milyen lehetőségek vannak itt a fejlesztésre. Ennyit tudok a kempingről. A kempingről van valakinek más egyéb ettől eltérő információja? Inkább csak erről az úgynevezett strandbővítési területről. Amikor ez a testület belépett, akkor rendkívül sok adósága volt ennek a cégnek. Ugye látszólag ez egy gazdag cég, de teljesen eredménytelen volt a behajtás. Abszolút, tehát nem tudtuk inkaszálni a számára, tehát milliós nagyságrendű adótartozásuk volt. Akkor sikerült konszolidálni, ugye némi zsarolással, hogy kifizették a tartozásukat, hozzátartozik az igazsághoz, hogy pótlékmentesen, de legalább a tőkét. Ebből bejött néhány millió forint, és akkor tudtunk persze megállapodni, hogy akkor ugye adó fizetés helyében ezt a területet mi használjuk. Úgyhogy mit lehet velük elérni? Csaba küzdött velük eleget. Talán az idősebbek, nem is kell idősen emlékeznek rá, hogy ott a falak is álltak még, meg a kémény is állt, és azt már az önkormányzat. Nem, azt se tudtuk elérni, hogy legalább azt elvigye. Hogy úgy tudom, hogy a Molnár Ferinek a mai napig tartozik például annak a elbontásáért, azért is maradt félbe a bontás. Tehát nem egyszerű cég, annak ellenére, hogy igen gazdag ember tulajdonosa, de nem, hát magyarul magyar számláin nem tart pénzt, hogy azt mondjuk lehessen szedni. Tudom, mert akkor is ugye képviselő volt a pénzügyi bizottsági elnök, hogy hányszor próbáltuk őt megbüntetni, beírni, a büntetést eltettük a számlájára, végülis semmi eredmény nem volt. Én gondolkodott ezzel kapcsolatban, hogy ha valaki ide jön parkolni, meg legyen parkoló, semmi gond. Az nem tudja ezeket a jogviszonyokat, csak azt látja, hogy két méteres lósóskák vannak az út mellett, hogy vannak ott virágtartók, erre forgatva, arra, ekkora gaz benne. Miért nincs akkor ez rendbetéve? Tehát én erről beszélek az ázatlan állapotoknál, a jogi helyzetet tudom. De hát szégyen gyalázat, hogy ez így néz ki. Valaki ide jön a strandra, első névjegy. Tehát a testület erre majd időszporton, és akkor van a megoldás, hogy egy magánterületen mekkora fejlesztéseket tudunk végrehajtani, de biztos meg lehet csinálni majd, úgyhogy ez is egy újabb feladat nekünk, hogy ezt akkor januártól, februártól, hogy mire jön a strand szezon, ez ügyben is lépjünk. Abszolút jogos. A tulajdonparancsnok. Nagyon röviden szeretném, mert volt szó iskoláról, óvodáról, piacról, strandról, mindent, nyugdíjasokról nem. Annak idején, a Hegedűs Károlyi Adél idejében volt a nyugdíjasoknak külön szobájuk. Szekrényünk, televíziónk, minden. Utána
jött a nagy Gyulányi Katika, ő is lelkismeretesen foglalkozott a nyugdíjasokkal. De azóta minden megszűnt, a nyugdíjasokról abszolút semmi. Ugye a Nyíri is Csaba polgármester úgy megígérte, hogy a nyugdíjasoknak lesz külön helységük. Hol van a nyugdíjasoknak? Nincs. Nagyon kérjük, hogy gondoljanak a nyugdíjasokra is, mert ugye ha mi nem lennénk, akkor ifjúság se lenne, gyerekeink se lennének, unokáink se lennének. És itt van például a Vargaház. Szentendrén meg van oldva a gondozási központ. Itt van ugye, volt a Panoráma, tönkrement. Volt a Bozogsanya, tönkrement. Van a Providuszát, több millióval lehet bejutni. Én, mint nyugdíjas, hova menjek el ebédelni? Hívtam a Gellért szállót, Gellért lelkigyakorlatos házat, hogy hozzák föl nekem az ebédet. Hát hozzám nem jönnek, mert oda már nem tud följönni az autó. Miért nem tudják például a Vargaházat megoldani, az önkormányzati tulajdonban van, hogy abból csináljanak egy nyugdíjasoknak való házat, ahol főznek, lehet nyugdíjasok oda tudnak menni ebédelni, vagy haza tudják vinni az ebédüket, vagy valami. Gondoljanak végre a nyugdíjasokra is, ne csak a bölcsövesség például. Én Becsehelyről származom, 50-es években, 40-valahányban születtem, 8-ban születtem, és bár akkor volt állami bölcsőde, óvoda, iskola, szolgálati lakással egybekötve. És most hova jutottunk? Hova? Köszönjük szépen. 50-es években még elég kevesen laktak. Lehet, hogy is időpont, hogy nem volt bölcsőde, de nincs. Ez tény kérdés. A TSZ-oknak volt. Köszönjük ott szépen. Nem nagy. Várjuk még, hogyha valaki olyan van kérdésre, most hát szívesen még itt vagyunk, addig nyugodtan. De hogyha úgy érzik, hogy nincsen már több probléma a faluban, mert minden más tökéletesen működik nyilvánvalóan, akkor szívesen elengedjük önöket, és mi is akkor elmegyünk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szép számmal itt voltak, hogy ilyen kultúrával tudtunk beszélgetni, és remélem, hogy a következő 4 évben is megidézzük ezt a jogszokásunkat. Mindenkinek szép estét kívánok, és köszönöm szépen, hogy hölgyetek itt voltak velünk a mai estén is. Viszont hallásra, látásra.